Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlva pontosan 17 perccel. Jó későn, de itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Hát, jó reggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Hány fokot mértél, hiszen itt a hideg? Este jön csak. A 10 fokos lehűlés, az Armageddon, a jégeső, a hó és az ivatar. Este jön valami hidegfront, én ugyanannyit mértem, de én bírom ezt a meleget nagyon, úgyhogy nekem ezzel nincs baj. Jó, hát csak azt mondtuk, meg azt mondta mindenki, hogy mától. Ba estétől. De ez este jön. Ez ba estétől jön valami hihetetlen szél és hihetetlen vihar. De valami elképesztő. De döbbenetes lesz. És már hétvégén nem is lesz 35 fok, csak 28. Csak 28 fok, gyerekek. Szörnyű hidegben kell majd üljünk. Az most jön, igen. Mondjuk a szakportált nézegetve vasárnaptól 4 napon keresztül mond esőcskét. De hát majd jó, majd meglátjuk persze, tehát hogy majd ebből lesz is valami, meg nem is. Majd azért jó, mert vasárnap elhagyom az országot, és csak jövő hét vasárnap jövök haza. Úgyhogy az elhagyod a várost, ahol élsz. Elhagyom a várost, igen. Úgyhogy jövő héten egy kicsit hűvébb lesz. Azt mondja, hogy vasárnaptól kezdve hűvösebb nem nagyon lesz, mert ez a 27-25-27 fok, ez maradni fog majd napközben. Hát ez jó. Viszont esőcskéket mondanak. Én egyébként még azt se bánom, mert azért nem baj. Esőcskéket, tehát így helyel közel egyet. Azt gondolom, hogy ez záporzivat, nem ez ilyen gond, a záporzivatar-szerű szerintem. Igen, igen. Felhő, csak ahol vagy, ott szakad, 10 méterrel arrébb már süt a nap, tehát inkább ez a típusú ilyen. Bár nem mindenhova kell egyébként az eső, csak mondom, hogy nálunk a Tatabánya téren például van egy ivókút, ami gyakorlatilag egy hónapja folyik. Én nem tudom, hogy hány ismerős hányszor jelentette be, mindig jelzik, hogy majd kijönnek, megszereli. Hát, ha annyi van abból a vízből, hogy folyjon, nem? Gondolod, de ha egy hónapja folyik, akkor abból mennyi folyt el, ha mondjuk 10 másodpercenként megcsinál egy litert? Az percenként mondjuk 6 liter. Nem merek belegondolni. 10 perc alatt. Bizonyára. 60, 100 de legalább a gyerekek 600. tudnak csónakázni. Atya, úristen! Mert már hozzátok ígér a tó. Egy kis tó van körülötte. Tehát, ez ivóvíz? Ez az. Az ivóvíz folyik el. Van egy ilyen kis ivókút, valaki persze biztos valami nagyon okos ember, tele rúgdosta, vagy tele nyomkodta kavicsokkal, az egy ilyen típus hibája ennek a szerkezetnek, hogy emiatt ugye eldugul, elromlik, stb. De már többször szóltak be, anyukák, szülők, stb. Kutyások, hogy ugyan, ha már esetleg arra jár valaki, valami szakember, akkor mondjuk 1-2-3-4-5 nap után, 7 után zárja már el. Ez mondták, hogy majd jönnek. Gomnyomásos típus. Az, megnyomod, az. Addig folyik, amíg... Van egy ilyen kis peremeltorod, két oldal, megnyom, az, ismeritek. Aha. Igen. De majd, jó ráér az majd. És ömlik belőle a víz. Persze, az szépen folyjon. De megint rosszul látsz, ne haragudj, hogy nekem kell tényleg, most már én unom ezt, hogy állandóan helyre kell tegyelek, mert ugye az van, Jani, hogy ebben a nagyon nagy melegben, a 36 fokban annyira elfáradt szegény gyalogosok nálatok a kerületben, igen, hogy már nem lesz ereje megnyomni a peremet, és szomjan döglik. Érted? Hogy odáig elverekszik a kútig, és csak innia kell. Tehát ez egy szociális védőháló megint, csak te megint rossz felé fordítod, hogy a hatóság nem jön ki. Mekkora egy mizantróp, antiszociális konyó állat vagyok. Embergyűlölő. Majd meglátod, hát majd jön a vihar, például hónaptól már nem folyik. Na. Majd meglátod, az csak ezért. Értitek. Most egy kíváncsi, hogy egyébként tényleg bemondtad, most figyeld meg, hogy... Most megcsinálják. Most figyeld meg, hogy le fogják tojni. Most meg. Egy másik dologra is szeretnék magyarázatot kapni, ezt meg tudtam magyarázni a csapodat. Ma minden reggel meg tudunk magyarázni. Igen, most akkor ti jöttök, jövök a körúton, amit egyébként már most mondom, hogy mindenki kerüljön el, mert azt nem tudod elképzelni, mi van. Úgy indul a dolog, a Leheltől a háromsáv közepén buszsávot csináltak. Közepén. Tehát jobbra-balra el tudsz menni, közepén van a buszsáv, mindegy. Aztán összehozza a háromsávot egyre, ott tovább mész, föl van bontva itt a Kőbányai útnál, tehát aki a végig akar jönni a Hungárián, az felejts el. De nem az a lényeg, jön előttem egy Suzuki autó, aminek a hátulján egy ilyen kék kis tábla van, a hátsó ablakba betéve, szoktak lenni ilyen feliratok. A felirat a következő volt, és itt segítsenek nekem. És megy közében, nem? Kicsiben. Ez egyébként jó ötlet. Nem rossz. Hetes busz, és akkor használtad a buszsávot. Nem ez. Az volt ráírva, nem fogok önhelyet fizetni. A Suzuki hátul ez volt... Hátsó ablakban ott szoktak ilyen kis táblák, amiben egyébként mi is kaptunk ilyen neveket. Jaj, de utálom ezeket a táblákat. Igen, és akkor különböző okosságokat szoktak oda föltenni. A mai okosság az az volt. Ez egy személyautó? Ez egy személyautó, egy fekete színű mi autónk volt. Na várjál, nem fogok önhelyet fizetni. Nem fogok önhelyet fizetni. A devizahiteleseknek üzent, vagy kinek?
Ez érdekes, érdekes, igen. Van egy-két szellemes, nagyon kevés szellemes van. Igen, igen. Kicsi, de legalább nem a bankét, tudod. Én azokat bírom, kicsi, de legalább ki van fizetve. Ne, azok jók, de ez a mennyi gyorsan vár a temető, meg ja, fú, de, ha ezt fú, el de tudod utálom. Olvasni, már túl közel jöttél. Ó, de utálom. Én na, lassú vagyok, mégis előtted vagyok. Nagyon. Na várjál, nem fogok helyetted fizetni. Nem, ön helyet. Nem fogok ön helyet fizetni. Le. Nem fogok, ráadásul ilyen csúnyan, hogy nem fogok. Nem fogok ön helyet fizetni. Tehát olyan érzésem volt, hogy a csávó így hátra néz, és rám kiabál. Ugye? Azon nem fogok helyet fizetni. De mit kell helyetted kifizetni? Na ez az. Hogyha belemegyek azt, nincs nekik azt. De akkor nagy Magyarország térkép volt? Nem volt. Nem volt? Kerestem, de. Sokszor szokott tábla és nagy Magyarország térkép. Igen, fura, hogy nekik fáj a legjobb. Fárjá. Hát ezt nem tudom megfejteni. Egyszer láttam, hogy nagyon szellemesed, egy S600-as Mercin, a másik autóm egy vadászgép. Azt szerettem. Az jó, ezeket bírom, ami tényleg gizda és szellemes, azon tudok röhögni. De az ilyen népnevelő, önkéntes rendőrködő, ilyen hajtsál gyorsan, majd találkozunk a kerepesünk, meg ilyen, fú, ezeket nagyon nem szeretem. Megirritálóbb ezek közül, amikor lepipil egy másik logót. Egy másik márkának a logóját. Általában mindig olcsóbb kicsi autókon van ilyen fura szerzeteken. Nagy darab apuka, nagy darab anyuka, nagy darab gyerek, és akkor ott megy a megfejtés. Tehát mindig egy típusú autó tesz fölé átsó feliratot egyébként. Hát ez nem tudom, mit kell helyetted befizetni, ez egy jó dolog. Ez egy jó kérdés. Nem fogok ön helyet fizetni. Nem fogok ön helyet fizetni. Üzent a fekete gazdaságnak. Hát az is lehet, hogy szadjál számlát, vagy nem fogalmam nincs. Vagy olyan gyorsan hajtok, akik belemennek hátulról, és akik nem veszik figyelembe a kressz szabályát, azok nem fizetnek TB-t, vagy ha neki mész, akkor te fogsz fizetni. Igen, akkor a te kötelező dálja az övét. Aha. Tehát akkor helyetted nem kell fizetni. Ha ugye te vagy a hibás. Ha nem te vagy a hibás, akkor nem helyetted fizet, hanem akkor ő fizeti ki a saját kárát. Hát, kaszkóra vagy valami. Ha ő van elől, és te vagy mögött, és belemész, akkor nagy általánosságban az esetek 95, de inkább 98%-ában a hátuljövő autós. Mindig a hátsó hibás, igen. Vagy hát a legtöbbször. Igen. Kevés olyan helyzet van a keresztben, amikor nem a hátsót hozzá kívánsa. Ja. Na! Hát, na, mindenre tudok válaszolni. Ez jó, ez az SMS számunk 0-76-45-00-00, sokan vagyunk, majd csak kitaláljuk. Igen. De és olyan rosszul éreztem magam mögött, hogy így rám kiabál. Rátszolt a népnevelőm. Nem fog átfizetni. Jobban mondom, ne fizessed, de mit? Ide egy hallgató, ez lehet a megfejtés, hogy nem fog gyorsan menni. Tehát, hogy ne idegesítsen azt téged, hogy ő előtted van, ez lehet a jó megoldás egyébként, igen. És ő nem fog helyetted gyorsan menni. Tehát, ha nem tetszik, hogy ő betartja a sebességet, és lassú, mint egy mentegetőzve, hogy szar a kocsia, akkor ő nem fogja helyetted befizetni, mert ha te elkezded tolni hátulról, akkor őt ugye belehajszolod egy gyors hajtásba. Tehát ő nem megy gyorsan, és nem törődik azzal, hogy ő feltartja a sort. Ez egy jó gondolat, ez lehet. Tehát, hogy ne told le. Aha. Ne menj hozzá túl közel, ne akard, hogy ő túl gyorsan menjen, mert nem fog helyetted fizetni. De akkor az is fizet, aki belehajszolja. Hát általában egyébként nem biztos, mert ha ő megy elől, akkor neki kitakarja a rendszámát, tehát nem is biztos, hogy látszik. Tehát valószínűleg ez a nem érdekel, hogy mit gondolsz rólam, nem fog helyetted fizetni, én nem megyek gyorsan, old meg. Tehát ez áll a legközelebb a megoldás, szerintem. De ennek ellenére se szerettem meg az ilyen feliratokat. Tehát, nem rossz. A Baby on Board, meg ezek nagyon cukik, nagyon szeretem, de azok, ezek szörnyűek. Munkaidőm kötetlen, megyek, mint a töketlen. Atyaisten. Szóval a trafira gondol, ezt többen elküldték, szerintem ez lehet, ez egy jó megoldás. Tűnik, hogy trafi. Hogy ő nem megy helyette gyorsan, fizessé, te akarsz. Igen, egyre többen írják is, valószínűség. Igen. Csak úgy, nem tudom, nincs más megfogalmazás erre, hogy nem fog gyorsan menni, ne üldözz. Bármilyen nem tegez, az rendes. Miért kell kiírni bármit? Miért kell mentegetőzni? Van egy komplexusod, és akkor kiírsz valamit, mert azt hiszed, hogy attól a te komplexusod megszűnik. De ez nem jó, mert csak áthárítod másra, hogy neked komplexusaid vannak. De ez ettől nem fog megszűnni. Ez a felmentem magam a saját komplexusom alól, hiszen azt gondolom, hogy én zavarom a többi közlekedőt, tehát van egy nagyon komoly értékelési zavarom, és én azt kirakom táblára, hogy még sincs. De azért raktam ki, mert van. Azt gondolom, hogy gondolnak rólam valamit. Igen, azt gondolom, hogy gondolnak rólam valamit, ezért kirakom, mert én tudom, hogy nem gondolom
gondolok róla, magamról semmit, de gondolok, hiszen a táblát kirakom, tehát mentegetőzöm. Akkor, ha mentegetőzöm, akkor én gondolok magamról valamit. Bocs, de egyáltalán nem frusztrál az, ami szerintetek frusztrál engem, illetve dehogy nem, mert ott van a táblád. Egyébként nem. Jó, de most értem ki, hogy nem, de hát nem értem. Azt hiszem, hogy nem frusztrál, pedig igen, de mégis azt hiszem, hogy nem. Mert kimerem írni, közben pedig pontosan ezért igen. Úgyhogy... De most értem ki, hogy nem értem. Igen. Egy Honda láttam, Suzuki-eti autótok. Azt láttam én is. Igen. Azt láttam, az szellemes. Az szellemes. Jézust kövess, ne engem. Van ilyen felirat is. Ezek jók. Tehát ami nem népnevel, az mind jó egyébként. Igen. Szóval ez a gyorshajtás lehet, ez többen megfejtették. Köszönöm a segítséget. Igen, legjobb tábla 7-es BMW-n. Zseniális, imádom. Apámé, oszt. Oszt. Apámé, oszt. Ebben van egy picit oszt. Is finom. Nagyon jó, de ez mind oszt. Jó, ez mind jó. Ez mind jó. Apámé, oszt. Ez jó, mert ez, hogy ez gizda is, meg egy kis önironia is azért szorul. Figyeljetek meg, gyerekek, komolyan mondom, ez egy nagy igazság, és ne sértődjön meg senki, mert nincs benne semmi előítélet. Ha valaki valahol egy sorban áll, és annak a sornak az elején megy valaki, vagy valahol valaki töketlenkedik, és négy autóban, te az ötödik vagy, és a sor eleje, ez esetek 90%-ában is Suzuki áll. De tényleg, nem a Suzuki sokat, nem a Suzuki sokat, azokat, akik ilyen típusú autót vesznek, és ezek közé is vannak jó sofőrök, vannak idősek, fiatalok, de figyeld meg! Figyeld meg, hogy egy 60-as... Mindjárt betelefonál valaki a Suzuki kupából. Hazudhatok, de te szerintem te tudod, hogy így van. Maximum már én leszek a népszerűtlen, hogy én kimondom, én kimerem mondani. De tudom, hogy te is tudod, hogy így van. Tehát, hogy itt lehet álszentes, így van. Figyeld meg, hogy az esetek nagy többségében egy Suzuki van elő. Mert van az a típusú Suzuki vezetés, nem mindegyik ilyen, kalapos, kicsit idős, 50-es, pocakos, anyuka az oldalsülésen, gyerek üvölt egy Kentucky szendvicssel a kezébe a hátsó, és ő van a sor elején. Figyeld meg, hogy ez tendencia. És ő rakja ki ezt a táblát. Ez így van. Igen, igazad van. Mert ahogy a belső sávban az X6-os igen. megy, ahogy a leálló sávban a balatoni dugónál a S600, X6, BMW X5, a sor elején, ha valami gebasz van, ott Suzuki van. Figyeld meg. Lassan ment ez a mai táblás. Igen, lassan mennek. Suzisok, tegyetek az előítéletek ellen, cseréljétek le a logót négy karikára, bőrös emblémára. De tudod, hogy én a négy karikára is, hogy mindenről elmondom a mi előítéletünk. Mi meg a leállósába, nem indexel, a bemegy a körforgalomba, a Balatonon kielőz, és leszorítja a kamion. Ha valahol valaki verekedik az ML, X6, X5, de Q7, ránk, vagy a jeepesekre, vagy ugyanezek azok a sztereotípiák, és nem azt jelenti, hogy minden jeepben ülő egyébként egy büdös nagy bunkó, mert nyilván nem így van. De figyeld meg, hogy ez meg rájuk igaz. Ahogy egyébként igaz, sok és minden. Ez öröklődik. Tessék? Tehát, mert azt mondtuk a rendszerváltás után, mikor már, vagy változás után lehetett ugye venni új autókat, emlékszesz, pont te is fejtetted egyszer, hogy a régi Suzuki-sból, vagy a régi Skodásból lett a mi. Szerintem a mentalitás, a gondolkodás. Ez igen, öröklődik? Igen, ugyanaz a típusú ember ül be egy Dacia Logan-be, és sokszor egy Suzuki-ba, és ül be egy X6-ba, meg egy ML-be. Az egyik oldalon lassú vagyok, nem érdekel, nem megyek ki jobbra, föltartom a forgalmat, de letoljok rátok, mert 40-nel megyek, és nem nézem a számba visszapillantó tükröt, ez lásd kis autó. A nagy autó meg a pénzem van, minden megtehetek. Tényleg így van. Tehát, hogy általában nem megy a leállósában egy Suzuki, amikor a Balatonon dugó van. De nem megy egy Ford Escort se, nem megy egy Opel Astra se, mert hogy ők valahogy az a típus meg sokkal türelmesebb. Oda bemegy majd az X6, meg az X5, meg jön az ML, meg a GL. A Suzisokat, meg mondjuk a PKN luxus terepre állósokat összehasonlítjuk egymással, akkor biztos, hogy a Cayenne-esek aránytalanul többször foglalnak el egyszerre két parkolóhelyet a bevásárló központ parkolójában. Az is biztos. Ez is így van, mondjuk azt én egy picit megértem sokszor, főleg ha sok hely van, mert az azért van, hogy ne zúzza le valami Suzuki is az autódat. Tehát, hogyha például nagyon sok hely van. Ezt a magyarázatot még nem hallottam, csak azt, hogy anyádi. Ha nagyon sok hely van egy bevásárlóközpontban, akkor sokan állnak úgy meg. De ez pontosan azért, mert szűk a hely, akkor tudod, hogy biztos, hogy valaki jön áll be beléd, aki biztos, hogy levágja a kocsidat, vagy rágyítja az ajtódat. Tehát, hogy ennek sokszor értem, ha nincs hely, és úgy fog le két helyet, az nyilván prostosság. De sokan féltik, és inkább beállnak két helyre, és azt mondják, hogy oké, ne állj be, de nem is fogod lezúzni az ajtómat, mert a magyar meg nem figyel a másik autójára. És ha reggel beállt így, és aztán később sokan lesznek, akkor hát ez mi nyilván mentalitás kérdése, értem. Persze, hát ez igen. Igen, vagy délután állt be, és estére lesznek sokan, mert a mozira. Moziba állt, igen. Tehát, hogy vannak.
De hogy ezek mind mindig azok, higgyétek el, az autosztereotípiák. Hát majd egyszer megcsátjuk témának, hogy melyik típus, ami igaz, és ez jönni fog. Tehát, én nagyon sokáig tároltam a telefonomon egy fotót, amit ott nálunk Vecsés Lőrinc határában lévő bevásárlóközpont parkolójában rögzítettem. Egy másik név szerepelt rajta, nem ez, de érteni fogjátok egyébként, hogy melyik típusról van szó. A Béla 01-es rendszámú. Béla 01 Lamborghini, vagy mi volt? Nem, egy hatalmas luxus terepjáró volt, és ő érdekesen tudott parkolni. Persze, tehát persze. Tudod, amikor nem áll be egészen a patki, nem használja ki a teljes felületét a parkolóhelynek, mert már előtte nyilván kifogyott a benya, vagy persze, nem persze, tudom, vagy lerohadt az autó, ugyanez. De még van még másfél méter, bejjebb állhatna, és akkor esetleg a segge nem lógna ki. Persze, a Suzuki is meg beáll, mert ő meg arra hivatott, hogy oda normálisan beálljon. Hogy nem? Tehát, hogy ezek mind, mert csak a Suzisnak szólnak. Csak annak szólnak. Tehát, hát hogy igen, annak, neki a nagy terepjár. Igen. De mind a kettővel lehet ám normálisan menni, de mondjuk egy Porsche Cayenne meg mondjuk nem népnevel. Vagy egy X-at. Mert bemész mögé, lemegy, nem érdekli. Figyelj, Suzuki, Papper, Budafokon rála, izére, belső sávra 70-nel, siófokig tanít mindenkit. Oktat, nevel, népnevel. Ha én nem megyek gyorsan, mi az Isten köze van hozzá, hogy én mennyivel megyek? Majd ő most megmutatja. És az 1-4 GLX, GSX-el bejön eléd, és megnevel. És Füredig nevel, tudod. Székesfehérvártól. És hogy így miért nevel? De nem lehet, hogy nincs benne szervó, és nem tud sávot váltani, nem, mert már idős. Nem, ez a tipikus. Nem, ez a tipikus. A falakorlát vezeti le így. Ez a tipikus, na én nem megyek, te sem menjél, majd én megmutatom, te velem nem szok, kicsit ráfékezget, kicsit bunkoskodik, tehát ez meg megint nincs meg, mert az X5 meg inkább jön hátulról és levillog. Tehát, hogy, tehát mindenkire igaz valami, ott meg 130 emész a belsősávon, és megérkezik az X5 mögét 200-al, és már Fehérvárnál dudál. Hogy menjél le a külsőbe, és reflektorra jön végig, külső indexel. Egyébként hogy... azért örülök nagyon, hogy a Balázs autójában az anyósülésnek motorikus a vezérlése, mert mindig, amikor ilyesmi történik, amikor közösen haladunk A-ból B-be, valami ilyesmi történik, mindig csak megnyom a gombot, és már megyek is hátra, hogy át tudjon majd szólni. Én villogok. Autópályán villogok. Kijövök a frontvonalból, hátra húzodok, hátországba, és Balázs már nem. De nincs okod rá, mert soha nem csinálok olyat, ami nincs okod elbújni. Az, hogyha valaki százzal megy a belsősávban, és megérkezek mögé, és szeretnék neki szólni, hogy menjen már le, legyen szíves, mert van, aki haladni szeretne, olyan szinten szabályos, és nem még 10 kilométerig nem megy le, hát persze, hogy rávillogok. Hát nekem annyira elborul az, ami ezektől a népnevelő idiótáktól, akik belső sávba 100-zal 30 kilométeren keresztül. Hát miért nem mész az anyádba? De most komolyan, nem? Azért nincs miért elbújnod. De nem elbújok, hanem csak a kommunikáció. Hogy igen, így is van. De látnak, nyugi, mindig lá. Lehúzom az, ilyenkor mindig az, hogy lehúzom az anyós oldali ablakot. Itt a Jani kis szendvicseim, mert így megyek már, így. Na jó van. Lehet jelentkezni játékra, hogy megcsinálják az autosztereotípiákat. Ez egy jó téma egyébként, hogy melyik típus, ami igaz. Jó, lehet jelentkezni játékra, hogy állunk játékkal, Anna megírta, mindjárt nézem. Szerintem elég biztatóan. Tegnap játszottam, nyertem, hétfőn játszottál, Jani, nyertél, úgyhogy 2-0, ha mai nap megvan, akkor meg vagyunk. Jó, 5:30 jönnek a hírek, aztán jövünk mi is vissza. Jaj, 3:45, 6 perc. Hello mindenkinek, jó reggelt! Játszunk, 2-0 van, úgyhogy ma a játékoson a világ szeme, mert hogy ugye, hát ha nyer, akkor még valami lehet ebből a hétből. Ha a mai napot elveszti, él az esélyük. Akkor viszont oda a hét, megnézzük, ki a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. De jó volt. 200 000 kár. Hozzávágtam a tévéhez a napszemegemet. Mert valaki olyan van benne. Ja, két, akkor 1 millió. No. Ez a napszemcsit. Pisti, hello, jó reggel. Azt hittem a napszemegre mondod csak. Jó reggel. Hello, Pisti. Nagy agyomás rajtad, Pisti. Ma nyerned kell, ha még a hallgatók akarják ezt a hetet. Hát megpróbáljuk. Mindent elkövetek. Pistikém, honnan hívsz minket? Vácról hívlak neked. Vácról. Itt munkába készülök. Munkába. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Csodás! Nagyon jó, Ferivel. Mehetünk? Hát, persze. Akkor 3-2, Jani. 3-2-1, fire! Biztos van kérdésed. Hello, van kérdésed. Persze. Mit fogtok csinálni hétvégén? Dolgozom szombaton, vasárnapozunk. És ti? Ballagásra fogunk menni. Általános iskola? Persze.
Lány vagy fiú? Lány. Tiéd vagy másé? Apósomnak a lányai, és hivatalosak vagyunk, úgyhogy nagy lesz a buli. Apósodnak a lányai? Az, persze. Uh-huh. Az milyen rokon neked? Unokatesó. Nevelt lányai, úgyhogy a mostoha. Neked mostoha gyereked? Unokatesó, mostoha. Mostoha unokatesó. Van ilyen? Persze, uh-huh. persze. Hát, hogyha a szülők szétmennek, akkor ugyebár a mostani feleségének a lányai. Lejárt az idő? Igen. Meg vagyunk? Le, meg vagyunk. Hát jó, megadható az ajándékcsomag. De... Ó, köszönöm szépen. Határeset. Sok igen. volt a persze, tehát egy a 25 perce, egy percen belül, de a passzivitáshoz több kell. Márhogy kevesebb. Úgyhogy, úgyhogy megadjuk, jó? Meg, hát. Megadjuk. Köszönöm szépen. Jó. Nem nagyon értettem ezt a apósod. Én az egészet nem. De meg megadjuk. Igen. Pisti, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Ügyes voltál, ezzel mint egy életbe tartottad a reményt, hogy esetleg egy döntetlenre hozzuk ezt a csonkahetet. Hát reméljük, hogy így lesz. Jó. Küldjük neked. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Majdnem passzív, de nem passzív. Nem. Ugye? Tehát azért beszélt. Nem inthető. Ez úgy korrekt, ha odaadjuk. Az apósod lányai, azok nem a feleségednek a testvérei? Hát, de valami elvállás volt. Féltestvérei? Szerintem engedjük nem. Vagy az egyik most. A feleséged? Nem tudom, de ebbe bele sem menjünk, mert soha nem fogjuk kibogozni. Jól van, 6 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, újra a hírek után itt vagyunk mi is. 7 óra, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello idegen! Hello! Kassa TV újsláger, gyerekek. Ezzel nyitottuk az órát. 35-ös főút Nagy Csécs belterületén már 2 hónapja aknafedél felbontva és ott hagyva. Katasztrófa, és nem tűnik fel senkinek. Alvász kész küldte nekünk. 2 ám Gödön a Samsungnál mérik a Vác felől érkezőket, írta Ildi. Az 51-esen a 24-es kilométernél a Taksonyi kereszteződésben körforgalom kialakítás miatt félpályás lezárás van. 5-10 perces várakozás, írja Paca. 83-as főút Győrszemlén trafi. Ezt Kukori küldte nekünk, ez a szokásos kis hely, és M2-es Gödi lehajtó Pest felé trafi Johnny 76. Miskolcon a Vazsári temetőnél baleset történt, a kanyarban fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra járók. És rengeteg SMS az autós témához kapcsolódva, csak mi már mással készültünk hét után, úgyhogy holnap megcsináljuk, jó? Mert itt már összecsaptak SMS-ben a nagy autók, kis autók, rossz autók, jó autók, nyugati, keleti, délkeleti, délnyugati, minden. Tehát itt nem kellett volna beszólni a Suzuki-soknak. Itt már ölik egymást a falon meg, hogy az Audisok, meg a Suzuki-sok, meg a Dacia-sok, és a BMW-sek, és mindenkinek az édesanyját körülbelül. Mm. Úgyhogy ez egy jó téma, holnap megcsináljuk az autósok, a sztereotípiák, mi igaz, mi nem, kinek mi esik rosszul a saját sztereotípiáján belül, és ki mivel védekezne, vagy ki mit kér ki magának, hogy olyan autóba ül, de mégis kikéri magának, hogy rá ezt vagy azt mondják. Ugye? Lesz kellő felháborodás, ha nem, akkor majd mondok olyat, hogy legyen. És én szívesen vállalom ezt a szerepet, mert megszoktam, úgyis mindig én vagyok a rozsaru. A rozsaru mindig én vagyok, úgyhogy majd én mondok olyat, amire aztán lehet sok SMS-t írni, hogy igaz vagy nem, amit mondok. Jó, úgyhogy ezzel holnap akkor foglalkozunk az autósok, a sztereotípiák, melyik autó típusa mi igaz, és ki mit csinál, ki mit nem csinál, kivel mi a baj. Mindenkivel van baj az utakon, főleg a magyarnak, ott aztán mindenkit hátba akar szúrni, meg akar ölni, tisztelet a kivételnek, de megnézzük akkor ezt autókra lebontva. Jó, hogy ez mit is jelent? Teljesen rendben van. Viszont gyorsan rákerestem az internetre a bizonyos településre, aminek a nevét az előbb beolvastad, és igen, jól emlékeztem, én már erre az oldalra rákerestem, www.nagycsecs.hu. Tényleg? Így van, Nagy Csécs honlapja. És mit ad ki? Jól emlékeztem. Hát ennek a gyönyörű kis településnek a honlapját. Aha. Természetesen jó. Csak én már keresgéltem ebben a témakörben más után, és akkor rájuk bukkantam, és egy nagyon szép helyről van szó, úgyhogy. És hányan húzták, húzták már azt az ékezetet a falutábláról? Azért érted. Igen. Igen, volt egy kedves. Tudod, a polgármester úr kiáll a falu, megindítottuk új honlapunkat, gyerekek. Ha valaki szer www.nagycsecs.hu.
De jó, szegény, de jó, jó a honlap? Persze, semmi gond nincs vele. Ez nagyon szép kis település, mindenki menjen elnézni. Hát én is már mondom, rákerestem többször is. De mit nagy csécset mondtam, vagy nagy csécset? Jó, nem nagy csécset. Mert valamikor ékezet nélkül kapom, és én azt megpróbálom konvertálni, ezt egy ilyen már nem konvertálom, ahogy küldik úgy, nem tudom minden települését nevét, ékezettel és ékezet nélkül, úgyhogy simán lehet, hogy nagy csécset mondom. Nem, csécset mondtál, csak hát nekem ugye beugrott, mert picit erre jár az agyom, hogy ez az interneten másképp nézhet ki, mint ahogy az egyik kedves ismerősönök is, aki a Főgáznál dolgozott, szintén fogazra végződött az e-mail címe, és egy nagyon kedves, kellemes hölgyről volt egyébként szó. Igen? Igen. Erika Kukac fogaz. Fogaz. Szegény Erika. Úgyhogy... És fogazott Erika? Á, csoda, hogy egy jó ideig szingli volt. senki nem merte mi a kezébe adni. A kezét, természetesen. Jaj, gyerekek. Na, mi van? Na, mi van? Kinézted az ablak törlőt? Aha, ja igen, most éppen ablaktörlők után vadászok. Nagyon jó a projekt. De persze. Mondj már róla két mondatot. Egy német gyártónak az ablaktörlőjből szeretnék vásárolni, ami szabadfordításban főnök. Majdnem természetesen. Angolul főnök. Igen. Angol áthallással németül főnök. Igen, és mi autónkra ugye, ami nem mi autónk, hanem az egy Japán termék. Igen. Igen. Na most várj, a kiválasztásnál kezdjük el, tehát az ember, ha elkopik az ablaktörlője, nem egy szakszervis. De várj, ez egész beszélgetés úgy indult, nem vagy elmondom, mert szerintem ez hogy... jó téma, hogy Bali, nem tudsz valami nagyon jó autós áruházat, vagy valami nagyon jó. Mondtam egy példát, de ott nem találtam. De mondom, mivel elfogyott az illatosító, vagy mi? Mondja, hogy ablaktörlő. Mondom, milyen életemben nem vettem ablaktörlő. De még ilyen autós áruházban sem voltam soha. Tehát, hogy így nem tudok neked ilyet mondani. Ablaktörlőt szeretnél? Igen, találjuk ki, nem hol. De nem a levághatót, mert azt én sem nagyon szeretem. Nem olyat akarok, hanem méretpontos ablaktörlőt. Megmondom, ehhez mit csinálja. Ezt egy hónapig választottad, hogy melyik márka legyen a főnök, ugye? Tehát ez egy hónap, ez most megvagy. Nem, most már beírtam azt, hogy prémium. Az a baj, hogy most mondtam volna valamit, hogy menj el a mit tudom én, a kőbányai 12-ben, szerintem kicsit elkeseredtél volna, mert egy hónapos keresés hirtelen véget ért. Tehát én rájöttem, hogy te ebben a keresést jobban szereted, mint magát a vásárlást. Ez ne vadász. Tehát igen, hogy most valaki azt mondja, de tudok, itt van, hív föl őket. Ó, basszus. Igen, biztos? De igen, hív föl. De már, tuti van. De figyelj, ők a legolcsóbb. De nem hívom föl. Tehát neked a vadászat az önmagában hát többet jelent. Figyeljetek, hogyha az interneten keresztül trófeákat lehetne rendelni, attól még a vadászok nem vadásznak, dehogy nem. Attól még nem cserkelnének, dehogy nem, hiszen ez egy komplett csomag. Az a baj, a benzinkút, akkor mindig ez a levágós van, mert ott nincs ugye az összes autótípusnak, tehát ott megveszed, ráhúzod, levágod. Menj be egy szakszervízbe, nem ott 3000 forintért fölrakják. Az a baj a szakszervízzel, hogy egyrészt azt gondolom, hogy ez egy, tehát hogy ott elmaradt tényleg megint a cserkelés, tehát nem tudok vadászni utána, nem tudok örülni a legjobb árnak, meg annak, hogy mondjuk 2,5 órát utazok a BKV azért, azért a 100 forintért, hogy megcsípjem. De mindegy, szóval nem egyszerű. Nem adom lejjebb. De még el se kopott? A főnököt akarok, de elkopott már. Elkopásra. Nem törül már rendesen. Aha. Nem törül már rendesen, úgyhogy akármennyire is szorítjuk rá. Már egy Móni bal kézzel kinyúlva a szélvén. Ja. Melyik kerület van tőled a legmesszebb? Tőlünk a legmesszebb? Hú, de jó kérdés. Hát körülbelül. A budai régió. Ugye? A harmadik kerület külső szélén van egy nagyon jó kis bolt, igen. Remélem, hogy oda már nincsen tömegközlekedés, és gyalogolnak kell már valami rohadt messzi helyre. De hogy ez nektek ilyen projekt, hogy autó ablaktörlő lapátot kell, tehát ez egy ilyen csak hetes, kéthetes, háromhetes, egy ilyen komoly projekt, hogy meg kell szerezni az ablaktörlő lapátot, ez nagyon jó. Volt egy olyan időszak, amikor így nagyon-nagyon akartam, hogy az egykori eszkortunk, Isten nyugasztalja, már biztos valahol egy bontóban van, nagyon-nagyon fel legyen spécizbe, de tényleg ugye a lehetőségekhez képest tényleg a lehető legjobb. Tehát ami minden jól mutat, csak az autó egy rakat kaka. De mindegy, és akkor vettem rá egy nagyon-nagyon jó ablaktörlőt, és annyira büszke voltam rá, és beálltunk vele ott nálunk az egyik bevásárlóközpontok a parkolójába, és még aznap lelopták róla. Ez mi volt? Mit vittek el? Hogy egyébként az egész autón semmi vonzó nem volt, de tényleg semmi vonzó nem volt, csak az ablaktörlő. És szinte világított rá, és olyan büszke voltam. Megvettem, fölraktam, gyönyörű, csodaszép, jöttünk kifelé a madarasból, és már nem volt rajta. Mert valakinek szinte... De volt olyan, hogy a pakirat mondtad a Mónikának, hogy egyet töröm az ujjal. Igen, na. Figyelj, ő egyébként mit szól ehhez, amikor te így rá feszülsz? Szereti. Imádja? Szereti, igen. Addig se beszélsz.
Az a baj, hogy akkor erről beszélek. Ja, és akkor most mióta keresett? Hány hete? Két. Kettő hete ablaktörlőt vadászol. Hogy nem esett. Atya, úristen. Hát ez... De majd csak meg lesz. Ez nem. De hogy mit? Egy típust, vagy hogy árérték, összehasonlítás, nézed? Akarok látni három darabot a mi autónkon. Kettő plusz egy tarcsi, vagy egy hátra, vagy hova? Egy hátra, kettő előre. Szerintem vegyél tarcsit. De lehet, hogy próbálkozok majd a kettő hátra, egy előrébe. Mi van, ha megtalálod, vegyél egyből ötöt, vagy hatot. Akkor megvagy, de négy évig. Az vagy, akkor megint a keresés oda. Hosszatávon gondolkodunk ebben az autóban, úgyhogy szerintem jó. De akkor lehet, hogy veszek egyébként két párat. Ismerve téged, megmondom neked, ez júli vége. Uh-huh. Júni vége. Meg lesz. Tehát az körülbelül jó. Még egy-két hét. Mire jön a monszun, nekem legyenek rajta. még egy-két hét. Hogy életemben nem kerestem még egy percnél tovább ablaktörlő lapátot, az egészen biztos, de talán annyit sem szántam rá soha. Tehát, hogy így semmilyen projektem nem volt soha. Valószínűleg a cserkelés íze. Igen, és az a jó, hogy neked szezonálisan megvan, tehát az ablaktörlőből már mész át majd a téli gumiba, a téli gumiból mész át a nyári gumiba, a nyári gumiból, amikor föltetetted, jön az ablaktörlő. Ablak, téli ablak, mosófolyadék, nyári. Tehát nálad van egy ilyen 365 fokos, vagy 365 napos keresés. A téli ablak mosó nem lesz, mert van belőle egy 10 literes marmonkannával vettem legutóbb. Akkor megvagy. Ne nézz rá az SMS falra, most nagyon kérlek, Jani, mert jönnek? Annyi tipp van, hogy na, most te el leszel. De nyugtass meg, hogy most, amíg nem használjátok az autót, egy barna lepele lett akarva, félreállítva valahol. Áthúzattal, árnyékban, betolva a garázsban, húzat alatt. Most fenn van, persze. Benne van az izé, a elől ott van rajta a fényvisszaverő, a szélvédő alatt, tehát én pedig az UV-szűrős ponyva. Atyaisten. Atyaisten. Nem jó. Egy izével, egy vacak barnával takar, érted? Úgy hát igen, erre születni kell. Én szakszerűző föltetetném. Ott azt teszik rá, azt a típus, aztán kész. Valaki egyébként... azt írja, hogy Jani, az a bizonyos német átverés, csak a brendet fizetett, tudok egy jó franciát, köszi szépen, hívlak. Hogy fogod verni a fejed a falba? Igen, nem tudom a két téma, hogy jön egymáshoz, de... Ráadásul, ha még egy nő írta volna, hogy tudok egy jó franciát. Hát annyit írtsuk alá, hogy tény. Jaj, azt hittem Tomi. Még Timi is lehet. Igen, hagyd az ablaktörlő, tudok egy jó franciát. Hát tudom, mit fogsz aláírni Moni, de én benne vagyok a cserébe. Lefűzök erről a projektről. Vannak azért izgalmasabb dolgok is, mint az ablaktörlő lapát után való cserkelés. Hagyd azt az ablaktörlő lapátot, igen. Na jó van. Tegnap foglalkoztunk ugye ezzel az MMA-s történettel. Amikor is ugye egy bulvárlap szerint ugye 10 éves gyerekek harcoltak ketrecben, ketrecharcot rendeztek nekik, fejvédő nélkül, felnőtt szabályok szerint, állította ezt egy napilap, és három gyerek... Híradós anyag is volt. Híradós anyag is volt, hírportálok is átvették, internetes portálok is átvették, három gyerekhez is mentőt kellett hívni, egy 12 éves lány torkorúgtak, fuldoklott egy fiú, koponyas sérülés szenvedett, és egy fiúnak pedig leszakadt a fél tüdeje. És hát a képeken tényleg látható, az cáfolhatatlan, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül, talán egy fogvédő, egy szuszpenzor, de se lábvédő, se fejvédő, se semmi, harcoltak ezek a gyerekek, és ugye bejelentkezett hozzánk Növény Norvin, aki elmondta, hogy más az MMA Országos Szövetség Egyesülete, meg más, amit a Norbi csinál, mindegyik MMA, de hogy itt több szövetség, vagy szervezet, vagy egyesület öli egymást, és valahogy megpróbálják ezt egyesíteni. Na mindegy, a lényeg tulajdonképpen az, hogy ugye Norbi is elmondta, hogy ez totálisan nonsense, és hogy ők ezzel ellen tiltakoznak, és hogy ilyen gyerekek ne is menjenek be a ketrecbe, meg 18 éven aluliak, vagy védőfelszerelésen, vagy egyáltalán ne, és hogy ő is látta a felvételeket, és ez tényleg nonsense. És hallgatott minket Felföldi Szabolcs, aki az MMA Országos Szövetség Egyesületének vezetője, aki azt mondja, hogy ez egész egyébként nem igaz, 80%-ban túlzás, és hogy szeretne megszólalni. Ők rendezték. Úgyhogy ők rendezték ezt a bizonyos versenyt, igen, ahol fiatal gyerekek verik egymást hülyére védőfelszerelés nélkül. Hogy ezt szeretné elmondani, hogy ebből mi az igazság és mi nem. Látva a felvételeket, nem tudom, hogy mit tud mondani. Nyilván az, hogy biztos nem volt annyi sérülés, meg nem volt olyan komoly, meg persze nem is úgy történt. Minden esetre mi meghallgatjuk szívesen, mert erről tegnap elég sokat beszéltünk, hogy ki az az elmeháborodott szülő, és leginkább továbbra is azt gondolom, hogy ez a szülőnek a felelőssége, bármit is gondoljon a sportról, vagy ne gondoljon, aki beengedi a gyereket, és vidáman végignézi, hogy sírva jön ki a szorítóból, és hülyére rúgják egymás szabad lábfejjel, szabad sípcsonttal. Ez számomra teljesen nonsense.
Tehát ugye tegnap megállapítottuk, hogy ezt a szülőnek kéne bemenni. Ja, ha egyszerre már pedig csak elkíséred a gyereket az első meccsére. Igen, két szülő jól összeveri egymást, és ez tetszett, akkor utána beküldik Ödönkét meg Józsikát, aki nem biztos egyébként, hogy ezt annyira élvezi. Legalábbis látva a képeket, meg hallva, hogy mi történt, ez egyáltalán nem biztos. Úgyhogy meghallgatjuk Szabolcsot, mert hogy itt van Felföldi Szabolcs. Hello Szabolcs, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt a hallgatóknak. Hello Szabolcs. Hello. MMA Országos Szövetség elnöke, jól mondom? Mert annyian vagytok, hogy annyi mindenki van, mert a Norbi más, te más, hogy segíts, ha rosszul mondom. Országos Szövetség Egyesület vezetője. Felvezetném ezt egészet, tehát a szövetségünk 2011 óta létezik, mi voltunk az elsők. Én ennek a szövetségnek először versenyzője, utána versenyzője, edzője, utána edzője, és alelnöke voltam ennek a szövetségnek, és amikor összeférhetetlenségi viták voltak itt, pénzügyi, meg mi egymás, sokan elváltak a szövetségből. Jó, az egy másik fejezet, ezt szerintem azért hagyjuk, mert ez bonyolult. Én 2014. január 1-től vagyok ennek a szövetségnek az elnöke. Rendeztünk itt ugye profi szabályrendszerű gálákat, nagyon híres gálákat rendeztünk, de rendeztek nekünk, ahol megmérettünk magat, és egy gondolat volt, ez már több mint másfél éve, hogy a gyerekeket is megméressék, mert ezekben az edzőtermekben, ahol MMA csapatok vannak, egyre többen fiatalkorúak is elkezdték ezt a sportot. Na, és annyian vannak már, hogy ennek már szó szerint létjogosultsága van, és rettentően keményen csinálják, és nagyon szép eredményeket érnek el. Tudom, most ez sokak számára egy kicsit idegen, és brutálisnak néz ki, de nem az, különben nem az. Uh-huh. Hát nézd, amikor az ember azt olvas, hogy 12 éves lány torkon rúgtak, egy fiú koponyasérülés szenvedett, egy másik 16 éves fiúnak pedig leszekedt a tüdeje, ez mi ha nem brutalitás? Vagy ezt ahogy hívnál? Következő van. Amit itt a Blik ugye megírt, annak ugye 80%-ban nem igaz. Igazániból a média ezt próbált, valahogy fölkapta, és mindenki saját szájíze szerint megírta. Nem igaz, hogy 10-12 éves kislány volt az, aki megsérült, mert az például egy 15 éves kislány, és az egy bemutató mérkőzés volt, nagyon ciás kesztyűkkel, és nem torkon rúgták, csak egy folytásos kísérlet volt, egy légszolmi probléma volt, őt nem vittük be kórházba. Szabolcs, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Bocsánat, egy fejezzem be. A Zellinger Dávid volt az, aki egy versenyző, aki egy grupos betegségből, mint kiderült, visszamaradott betegsége volt. Előtte megjegyezem, ezek a srácok eltestek orvosi vizsgálaton, mielőtt bementek a ketrezbe. Komoly orvosi vizsgálat betézte ezt a verendezvényt, és egy krupos betegsége véget, egy visszavaradott betegsége volt, ő sem nagyon tudott róla, és így nem az, hogy leszakadt, ez durva dolog, hanem maga a tüdőnek a nyákja elvált, levált, összehúzódott, levált a mell hártyáról. No, aha, ez akkor jó. Tulajdonképpen most itt szavakban kapaszkodunk, de hogy azért itt nagyon hasonlóképpen beszélünk. Az természetes, hogy ezek a gyerekek egyébként mindenféle védőfelszerelés nélkül vannak? Vagy ez helyén van így? Úgy van, hogy ugye kesztyűk azok kötelezőek. Ezek ilyen bufla kesztyűek, tehát amit a TV2 leadott például bejátszásuk, azok nem is a mi gálánkon történtek, nem értem. Ott profi kesztyűvel, profi MMA kesztyűvel bunyóznak se. A kicsik. Itt nálunk ez az amatőr meg a profi rész teljesen nagyon jól működik, nagyon külön van választva, így tehát amatőr kategóriába bunyóznak. Az amatőr kategória az egy nagyobb kesztyűt, vastagabb kesztyűt produkál, mint például a kickboxba ajánlatos. Annyi van, hogy nyitott tenyerű és keskenyebb, hogy a fogásokba beférjen. Most ezen kívül milyen védőfelszerelések kötelezők nálad ebben a korosztályban, nálatok? Ez kötelező, a fogvédő, a szuszpenzor, a fejvédő, meg a sípcsontvédő az opcionális. Tehát nyugodtan föl lehet venni, aki akarja, de viszont az nem tettük kötelezővé. Aha. Pontosan azért, mert ezeket úgy elképzel ezeket a küzdelmeket, hogy
80%-ba birkóznak, és 80%-ba földön vannak, és földön birkóznak. De figyelj, egymást. Szabolcs, ez teljesen normális szerinted, hogy 12 éves gyerekek egymást hülyére rugdossák egy ketrecben, tehát ebben semmi kivetni való nincs. Ez nem hülyére rugdossák, ez a sportnak a szépsége. Azt mondom a lényege, hanem a Ez egy ilyen sport. Aha. Nem az, hogy hülye rudosság. Kivédi meg ezeket a gyerekeket a lelki sérülésektől, Szabolcs? Azoktól például kivédi meg ezeket a gyerekeket azoktól a lelki sérülésektől? A lelki sérüléseket. Kérdezem, nem hiszem, hogy a bíró megvédi a lelki sérüléstől a gyereket. Ezeknek a srácoknak azért föl vannak ezzel testileg, lelkileg, és ők igénylik ezt a fajta küzdelmet. Ezek lelkileg nem sérültek. Na, itt jön elő egyébként az, hogy lehet, hogy ezek a srácok azt gondolják magukról, hogy ők végtelenül kemények, és adott esetben egyébként a saját korosztályukhoz mérten ők biztos, hogy nagyon-nagyon kemények, hiszen egy kemény küzdősportban dolgoznak nap mint nap. Viszont amit például a Norbi is tegnap elmondott, hogy egyszerűen ők még fizikailag nem biztos, hogy készek arra, hogy ilyen megméretetés elé álljanak, hiszen azért valljuk őszintén, nem csak ti foglalkoztak MMA-val ezzel az országban, vannak más szövetségek és szakszövetségek is, ahol például 18 éves kor, az alsó korhatár, amikor ők elkezdhetnek versenyezni, és ez biztos nem véletlen. Balázs, a Jani. Számok Jani. Nem ezt mutatják. Tehát ez a tábor egyre nő. Ezt elkezdtük már, tehát én ezt az egész szabályrendszert úgy, hogy van, megörököltem. Szövetségtől is folytattuk, mivel van rá igény. Uh-huh. Tehát nem kinek a részéről van rá igény a szülők részéről? Nem mi hogy menjenek be a kertvezbe. Ők, ez a sport elkezdett rettentő módon fejlődni, és ilyen módú áll fejlődött. Hát ilyenkor kellene neked, a szakembernek, meg az edzőknek előjönni azzal, hogy oké, gyerekek, picit hátrébb az agarakkal, egy picit lassítsatok. Igen, nagyon jók vagytok, nagyon tehetségesek vagytok, de majd eljön az ideje annak, amikor ti majd... Amikor betöltötted a 18. évet. Elmehetek, és mondjuk úgy ügyküzdhetek egymással, mint a férfiak. Balázs. Ez nem ilyen egyszerű. Ez a Jani, de nem baj, nem baj, csak hasonlít a hang. 10 éves rác választ az MMA sportot. És mondjuk meg neki, hogy te figyelj, jó, bunyózol, de edzéseken, de csak 8 év múlva tudsz versenyezni. Mi lesz az? Tudsz most is versenyezni, csak vegyél föl védőfelszerelést, meg talán a szabályrendszer még szigorúbb lesz, és 18 után vedd le a védőfelszerelést, és édesfém, akkor úgy rugdosod agyon a másikat meg. Ezek a védőfelszerelések, minden az első elgondolkodó. De tudom, csak akkor nem megy be a néző, értem. Miért opcionális? Miért nem teszitek kötelezővé? Tehát miért mondod a opcionális, és akkor miért nem mondjátok azt, hogy oké, harcolhatnak, de akkor ne legyen opcionális, hanem mindenkin kötelezőszerűen. Fejvédő, lábvédő. Közüléssel ígérem, ezzel fog kezdeni, ígérem. Nem csak én döntök, ugye ez edzők meg sportegyesület szövetsége. Hát de ti értetek hozzá, ti vagytok úgymond szakemberek, hát most ez lehet, hogy túlzás talán, de hogy a szülő ebben nyilván nem is dönthet. Azon a gyereken, aki például megsérült, azon volt például sisak? Nem volt fejvédő nem rajta. Nem volt fejvédő. Ha lett volna, akkor lehet, hogy ez a sérülés elkerülhető lett volna, nem? Hát azért mert ez tűrő probléma volt, nem pedig fej probléma. De van egy fejsérülés. De van egy koponyasérülés is, nem? Nem volt fejsérülés. Hát fél, akkor tegyetek meg annyit, nyilván laikusként, ez szülőként, az embernek ez totálisan nonsens, de mit tudom, én mondjuk kötelezővé tesztek minden olyan védőfelszerelést, ami ezeknek a sérüléseknek a számát csökkentheti, és lehet, hogy talán az egész egy kicsit védettebb lesz, és nem lesz annyira látványos, hiszen az MMA-ban maga ez a csupaszítás adja azt a látványt, ami mondjuk nincs meg a karatéban, kickboxban, mert ott fejvédő, lábvédő, de legalább 18 éve kor alatt azt mondjátok, hogy megteszünk mi mindent, aztán a szülő mégis úgy dönt, hogy beküldi ketrecbe a gyerekét, vagy a gyerek akarja, hát legyen. De ti megtesztek mindent annak érdekében, hogy ne legyen sérülés, és ez egy tisztább helyzet, érted, hogy mit mondok? Balázs, eddig is megtettünk mindent. Tehát eddig is megtettünk. De hát nincs rajtuk védőfelszerelés, hát ha opcionális a védőfelszerelés. Edzők háborogtak azzal, hogy a fejvédő ráfordult a gyereknek az arcára, még a birkózásról beszélünk, ráfordult a gyereknek az arcára, és pont azt folytotta meg. Majdnem azt folytotta meg. A lábvédő ugyanez a megoldás, hogy a lába keresztbe kasul, átmenek a nyakon meg a szájba, belefordítják, és akkor ugyanez. És mivel a lábvédőnek a lényege, tehát az a rugás, a tompítsa, itt tilos állásból rúgni a másik meg a fejét, értelmetlen volt felrakni a sípcsontvédőt. Uh-huh. Neked van gyereked, Szabolcs, egyébként? Igen, kislányom van. Mekkora? 4 éves. 4 éves. És te is vinni fogod, majd harcolni, vagy engedni fogod? Hát ez mondjuk, én szerint megmondom, nem a lányok sportja. Hát itt lányok is voltak, tudom, a lányosok. Lányok is. Tudom, tehát 12 tudom. Éves lány torkorúgtak. Hát akkor mit csinált ott egy lány, ha nem a lányok sportja? Hát én azt mondom, hogy nem a lányok sportja. Én ezen a véleményen vagyok, de
más nem így gondolja. De te edzőként nem mondhatod azt, hogy figyelj, neked lányod van, nem. Vidd el máshova, vidd el más egyesülethez, nálam itt ebben az egyesületben lány 18 év alatt nem megy be a ketrecbe. Én azt mondom, hogy nem a lányok sportja ez, mondjuk. Hát akkor mit csinálnak nálad a lányok a ketrecben? Nálam nincsenek lányok. Akkor ezen a versenyen... Én tanítványaim közül nincsenek lányok. Tehát akkor ezen a versenyen megsérült lány? Ezen a versenyen volt kettő, de nem igazán jellemző, hogy lányok, tehát amatőr, fiatal lányok szerepelnek, profi közül előfordul. Magyarország a lányok közül még nagyon-nagyon gyerektípőbe járt a lányoknak a felhozatalába. Hát hogyne, hát szegényeket, hát ússzanak, mit tudom én, tornázzanak, persze, hát 12 és kicsit ököllel ütik egymást. De viszont, hogyha megnézzük a női kézlabdát, akkor felvetett a kérdés. Az is egy durva sport. Az kérdés, is az, hogy melyik, van. Melyik a durvább, ez vagy az. Nyilván, itt az ember csak arra gondol laikusként, hogyha meg lehet tenni mindent nektek, mint szövetség, hogy kiküszöböljétek ezeket a dolgokat, akkor én például, hagyja saját magamról is levegyem a felelősséget, meg hogy te se kerül ilyen helyzetre, azt mondom, gyerekek, nálunk minden védőfelszerelés kötelező, aztán a szülő úgy dönt, menjen, 14 év alatt lány nem, 18 év alatt viszont csak így és úgy. Tehát, hogy lehet azért ezt nyilván szűkíteni. Szerinted ki a felelős a történtekért? Nincsenek itt felelősek, megmondom őszintén, mert mindenki saját felelősségével megy be a ketrezbe. Dávid esetében... Jó, de most ott mondjuk valaki hétvégén mondjuk meghal. Vagy annak a fiúnak, akinek leszakadt a tüdeje, valaki meghal. Azért ki a felelős? Az edző. Milyen edző? Vagy... Ki? Hát a illető az edzője. Hogy hívják? Vagy ki ő? A jeles, kiről beszélünk? Igen. Megsérült az edzője? Hát kiskorúak, hát itt kell, hogy legyen felelős, nem? Hát egy fiú bement, mert leszakadt a tüdeje, vagy kocsonyásodott, teljesen benn van a kórházba, csövet vezettek a tüdejébe. Ezért ki a felelős? Saját felelőssége megy a ketrezbe, mindenki. Saját felelősségre, kiskorú? Saját felelősségre, és ezt aláírja a szülő is, és aláírja az edző is. Atya Isten, a szülőnek alá kell írni egy nyilatkozatot? Például. És van szülő, aki aláírja? Általában 90-100 évben különben ott van a szülő is a helyszínen, tehát ők drukkolnak. Hát az egyébként elég szomorú, de mondom, tehát hogyha a szülő túlvezérelt, meg ő többet lát a gyerekben, mint ami meg a saját meg nem élt vágyait akarja a gyereken keresztül megélni, akkor te, mint a szövetségnek az első embere, vagy te, mint versenyszervező, simán mondhatsz nemet, megteheted. Nektek kell keményebbnek lenni szerintem. Nekünk kell keményebbnek lennie, biztos mondom erre a küzdőharcra, tehát erre a sportra ekkora igények vannak. Hát figyelj, hogy most kimegyek és kutyákat húzok fel a Hősök terén egy karóra, és kijön 100 ember megnézni, azért az nem mondja azt, hogy erre igény van. Ezt a ketrec harcot. Én ezt értem, meg nekem magával a sporttal nincs is bajom. Nem tudja ez a magyar társadalom bevenni. Ezt a mai napig, pedig ez itt van már 2003 óta. Külföldiek, tehát külföldön, Romániában, Horvátországban, Csehországban fejlettebb szinten még a média is követi, és azok a harcosok példaképek, szó szerint példaképek válnak. Igen, a nem az MMA-val van gond, hanem várján, a fokozatosság elvének a betartásáról. Igen, van szó. Szóval csak a gyerekekről beszélünk. Kempós, te is nagyon jól tudod, hogy egy utánpótlás nevelés, ez nem arról szól, hogy egyik pillanat a másikba bedobják őket a mély vízbe, és akkor haigálják, ütik, rúgják őket. Itt, ha felnőttekkel történik, szerintem ez nem hír. Tehát, hogy itt mindig arról beszélünk, hogy gyerekek, tehát, hogy azért kell nektek mindent megtenni, mert ha valaki meghal, akkor neked ugyanúgy, mint bárkinek, lehet, hogy a Norbinál akkor ott, vagy bárhol valakinek felelősöket kell találni, és akkor viszont nyilván meg fognak találni. Mi csak azért kaptuk erre fel a fejünket, mert a gyerekekkel történik, és azt gondolom, hogy a gyerekeknél viszont szóba kell, hogy jöjjön a szülő, szóba kell, hogy jöjjön a szövetség, szóba kell, hogy jöjjön az edző. Balázs, másfajta sportágban is megvan a probléma. Például persze, sérülés mindenhol lehet, tehát én lovagoltatni akarom a gyerekemet, leesett a lóról, persze. Interneten láttam, hogy egy karversenyen eltört a kard, ez belát a gyereknek a combjába. És szintén ismerősömnek az ismerőse leesett a lovasportba, leesett a lóról, szó szerint úgy drótozták vissza a vállát a helyére. Sérülés mindenhol van, Szabocs, ebben igazad van. Tehát... Mindenhol van. És ráadásul, ha nézzük az MMA sportot, ott jóval kevesebb a sérülés aránya, mint másfajta sportokban. Mert itt tényleg fel vannak ezzel a fiúk, meg mindenki. Igazándiból, tehát a fennállásunk óta ez az első. Jó. Szabocs, én azt mondom, hogy ha gyerekekről van szó, tegyetek meg mindent, mi nem ítélkezni minden, akarunk. Minden meg fogunk tenni. Én azt gondolom, ha már a szülő nem mondja azt, hogy már pedig rádok mindent, és izébe lovagi jelmezbe küldöm a gyerekem, hogy ne legyen baja, akkor ti hozzatok egy olyan szabályt, hogy így 18 év alatt rájuk akasztunk mindent, mint egy karácsonyfa, akinek nem tetszik, elmegy máshova, nálunk ez van. Ha már kettővel kevesebb gyerek sérül meg, vagy egyel, akkor már nyert ügyünk van. Szerintem ezt érdemes megtenni. Igen, azt is, hogy a bíró is rettentően profik, akik nálunk dolgoznak, és pont kiszedik azokat a srácokat a küzdelemből, ahol még megsérülne. És akkor ott van eredményt hirdetünk, tehát itt nincsen vita.
Okay. Dávid esetében nem volt, nem láttuk, hogy mi a probléma. Így kiít a ketrezből, leült is volt. Jó, hát nyilván vannak rejtett sérülek is, és Szabolcs. Mindent elkövettünk, meg fogunk ígérni minden, és reméljük, hogy ez a sportág, tehát a nép is majd, tehát a köznép is majd elfogadja, és más szemmel fog rád nézni. Vigyázzatok a gyerekekre, jó? Mi csak ennyi. Köszönöm mondom. Szépen. Szabolcs, köszönjük. Ne viccelj, meghallgatunk mindenfelet, ha valaki bejelentkezik hozzánk, abszolút tegnap a Norbi, ma te, aki témában érintett, mi mindig meghallgatjuk, ha vállalja a nyilatkozatot. Köszönjük, Szabolcs, vigyázzatok rájuk. Jó, csáó, köszi. Jó, szép hello, napot mindenkinek. Hello, ciao, ciao. Fél nyolc, pontosan 8 perc, eljövünk a hírek után. 3:48 múlt, 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát tegnap elmondta a Norbi, ma elmondta a Szabolcs, úgyhogy szerintem ez körbejártuk. Pont. Ezt a tényleg máshogy gondoljuk, főleg szülőként nyilván nagyon sok hozzászólás, de hát ugye tegnap már ezzel elég részletesen foglalkoztunk, ma megszólaltattuk a másik oldalt is. Nézd, figyelj, igazából tényleg jön a játékos, aztán játszunk, tehát lezárnám. Én, ha szervező lennék, már csak a saját magam védelmében is rájuk adnám. Tehát, hát, hogyha ott valaki meg, ha valaki börtönben. Kiskorú veszélyeztetése. Tehát, én azért nem értem, persze látványosabb meg minden, de hogyha a szülő hülye merseg, de tényleg, és végignéző, hogy 12 éves torkorúgják, kijön sírva a gyerek, nem beszélve a lelkisérülésekről. Tehát nem beszél, hogy ez kiteszi helyre, hogy ott téged hülyére vertek egy ketrecben, de lehet, hogy túl vannak rajta. Vagy az érzelmi intelligenciájuk nem ennyire, nem tudom, fejlett. Tehát nem az van, hogy ráadod, és akkor magadat legalább megvéded? Tehogy vagy nem. Azt mondják, hogy hát, ha itt védőfelszerelés van, akkor ez puhány elmegyünk máshova, nem így kell. Mondod, valószínűleg ez egy igen, és nem jön be a néző, mert itt ebben ez a lényeg, mert ha rájuk adsz minden. De hát ez azért ugyanakkor nyilván, tehát arról kéne, hogy szólj, hogy legalább a gyerekeknél tényleg védjék meg őket. Tegyenek meg mindent. Hiszen az a 12 éves csak bemegy, benne van az adrenalin, de nem tudja, hogy ha eltörik a sípcsontja, lehet, hogy soha többet nem jön helyre. Nem? Fogalmas vagy torkorúgják, mert hogy gyerekek, hát itt erről van szó. Az, hogy erre van igény, hát itt írja egy hallgató, nagyon jó hasonlat, igen, tehát a gyermekprostitúcióra is van igény, meg a gyermekpornóra, de hát ugyanakkor azért ez, hát szóval ez nem biztos, hogy jó indok. Én biztos, hogy rájuk akasztanék minden. Ha meg aztán arra adnám a fejem, hogy a gyerekem MMA-zon, ott állnál benne ellette. Ne vásd a benne. Hát és mi már karácsonyfaként küldeném be, persze. Persze. Csak hát nem minden szülő gondolkodik így, mert nem az MMA-val van gond. Dehogy is, hát én szeretem, én voltam MMA-n, ez egy nagyon jó dolog. Persze, hát, hogy ez tök látványos, tök jó. Felnőtt 30 éves emberek hülyére ütik, rúgják egymást, iszonyat kemények, brutális fizikai állapotuk van, hihetetlenül edzettek, tök jó. Csak itt 10-12 éves gyerekekről beszélünk. Ezért más. Akik ugyanolyanok akarnak lenni, mint azok a nagyok. Igen. És ugyanúgy akarnak küzdeni. Igen. Na jól van. Játszunk Óven bácsi, Beru néni, jó? Már, ha minden igaz, akkor itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello. Hello, Feri. Hello, Feri. Hello. Feri. Azt nézem, hogy nem Feri volt a fekete Ferigen, nem játékos, és nem, Pisti volt. Két Feri egy nap nem lehet. Sajnos az alapszabályokban benne nem van. Igen. Feri, honnan hívsz minket? Hát én most úton vagyok Várpalotáról, Székesfehérvár után Peste. Sofőrködsz? Igen, igen. Mit szállítasz? Hát én igazándiból ilyen, hát nem tudom, hogy milyen, inkább ilyen bérsofőrnek mondanám. Bérsofőr. Igen, igen, tehát emberek megkérnek arra, hogy köztük híres emberek is, na, hogy vigyem őket buliról haza, vagy odaadják az autót, vigyem el a gyereket óvodába, a kocsit vigyem haza, mert igazániból hívnak, és akkor megyek és intézem, hogy vigyük a dolgaikat. Több családnál vagy ilyen bizalmi sofőr, a sofőr, aki mindent tud, a sofőr, aki mindent lát, a sofőr, aki hallgat, a minden titok tudója, tényleg? Hát vannak dolgok, aha, igen, úgyhogy... Na és hova jár a Csányi gyereke iskolában? Hát azt nem tudom megmondani, valamit. De vannak olyan bankvezérek, illetve ilyen üzletemberek, akiről lehetne cifrát mesélni, de... De nehogy megted, mert ez egy bizalmi állás, tehát ez neked nem éri meg. Nem is kompromitálnálak, mert hogy valamit mondasz, akkor holnap már nincs állásod, az pedig nem éri meg. Pedig... Persze, nem erről, hogy most itt kiteregessük. Nem mondom, hogy nem hallgatnánk meg egy-két sztorit szívesen, hogy kinek a kiét, hova vitted, és kit hova fulikáztál, mennyit vártál a ház előtt, kihez ment, és mikor jött. Mi volt? Na, mondhatsz egy olyat, azzal nem fogsz feketíteni senkit, hogy mi volt a legdrágább autó, amit vezettél. Na tessék, abban semmi durva nincs. Hát egy ilyen Bentley volt az, ami... Continental? GT vagy melyik? Continental. Aha. Igazából szinte vezetni se kellett magától, tehát az meg Cabrio? Cabrio? Hogy... Cabrio volt? Nem. Az mennyi? 60?
terül van? Bentley Continental GT? Hát igen, igen. 60-70 körül jobb. Te kaptál rá kedvezményt, neked nem volt. Nekem három Bentley áll a garázs, nem. Én nem szeretem a Bentley, szerintem annál vannak szebb autók. Bármikor vissza kell vinni, akkor szóljál nyugodtan, Balázs, aztán megbeszéljük. Csak az én autó mindig szervizben van. Hát a taxival járok mostanában. Meg belefáradnál hozni, vinni állandóan. Rohadtul unnád. Na jó van, oké. Okay. Mutatjuk, hogy mit csinál Oven bácsi Beru néni. Figyelj, Feri. Ők repülővel mennek. Bármit is, hangos. Igen, utaznak. Egy jó charterjárat Törökországban. A szép kis Antália. Mutatjuk, mit érdekelnek. Egy rövid részlet erejéig. Figyelj, Feri. Na-na-na-na-na-na! Ájjáj! Húha! Hát ez tényleg rövid volt. Mutatjuk még egyszer. Oké. Okay. Na-na-na-na-na-na! Már most tudom, hogy meg is hallgatjuk 8 után. Kell ez nekünk, gyerekek. Mint egy falatkenyér, nem? Szeretni fogjuk. Szeretni fogjuk. Még egyszer meghallgatok? Hogyne, persze, figyelj! Na-na-na-na-na-na-na! Jaj! Ez az eleje. De nem a fő téma, amire a dal épül. Hát, szerintem egy valamit vegyünk ki, mert ez kevés lesz. Kivettük a bögrét, jó? Okay. Figyelj, még marad a pasztartó és az egér alátét. Figyelj. Azaz, na, az, igen. Most fognak föllépni az Omegával, várjál, úgyis így. Nem. Nem, de majdnem. Nem, tényleg a... Az, igen. Az, final, mi? Késő visszaszámmal. Így is van. Mekkora muzsika. Az, Europe. A vezetés közben, ha valaki ezt nem hangosítja föl, az áruló. Nem? Tehát az áruló, az nincs velünk. Ez az egy számú, de ez baromi jó, tényleg. Na várjál most, ez a Janit védekesét, mert én ezt minden reggel elmondom neki. Figyelj, én is így gondolom, tupírozott hajú fiúk egy számmal, és még mindig ülnek valahol a Bahamákon, és koktéloznak ebből a dalból. Na jó, Mart föl azt az ajándékcsomagot, és aztán. Feri, mintha én mondtam volna. Ha életem végén kínoznának, se tudnék három Európa slágeren kívül többet mondani, de kettőn túl biztos nem. Lehetne egy hármas ugrás, hármas kérdés, hogy még sorolj föl kettőt a Final Countdown-on kívül. Mondj még két Europe slágert, szerintem a magyar lakosság 99%-a elvérezne. Egymásra találtatok, rokkan alfabéták. Tök igazad van, Feri. Egy sláger ez zenekar. A egy sláger ez zenekar. Küldjük az ajándékcsomagot bögre nélkül. Nagyon köszönöm. Jó? Szia. Hello, sziasztok. Köszi a játékot, ciao. Gyerekek, hát ha már nem. Soha nem gondoltam volna, ez egy különleges nap. Soha nem gondoltam volna, hogy Sebestyén Balázs egyszer Európot fog kérni. Gyerekek, üvöltesse mindenki a rádió, hogy 8 után, ha dugóban áll, ha vezet, ha autópálya megy, ha nulláson, ha a híd, akkor rakparton, letekert vagy valahol. Letekert ablakkal. Rohadt hangosan. Szóljon az egész országba ez. Szóljon az egész országban a Európa, és onnan tudhatod, hogy valaki Klassz FM-et hallgat, hogy eljön melletted egy autó, és benne is Európa szól. Jó, írjátok meg, hogy ki hol, milyen autóban hallotta Európot a saját autóján kívül. 6 perc múlva 8 óra. Jövünk, ami drága Gáborunkkal, gyerekek. Elmentes övezet végre, már úgy hiányzik. Nem lehet elmentes, mert Európa. Ja, tényleg, pláne. Azért, igen. Mert még jön, ja, és akkor előtte még gyorsan van egy kis erő. Igen, az elmentes övezettel folytatjuk a hírek után. 8 óra, úgy pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát, a nagy Európa, az egy slágeres zenekar. Talán a Kerry, igen, itt írják néhányan. Na, tessék, még három Európa sláger, Feri. Most, te mint rocker, best of, igen, Csiroki, így mondták régen. Igen. Az van. Csiroki, az már nagy sláger volt, a Csiroki? Igen. Nagy, persze. Én nekem nagyon tetszett a szóló énekes szóló lemeze. Na jó, az azért nem... Milyen jó, Joy Tempest szóló album, azt emlékszel? Igen. Milyen jó volt? Hát nem rocker volt, de jó. Szó, én megmondom őszintén, hogy én annak idén nem nagyon kedveltem őket, nekem őktől... Na, de akkor van igazság, amit mondok. ...voltak, nincs, de... Rock the Night! Tessék? Rock the Night! Az nagy sláger? Az nagy. Már majd Gábor után belehallgatunk, aztán kérdezünk, hogy hány embernek ugrik be. Mindegy, ez a dal jó, ez a lényeg. A legutóbbi három albumát hallgassátok meg a zenekarnak, Les Lucat Eden, ez az én kedvenc album, a 2009-es anyagról van szó, zseniális, felnőtt, érett, hard rock. Annyira hangos a zene az autóban, hogy semmit nem hallok, hogy ki hallgatja. Mindenki Európot hallgat, vagy csak én hallgatom iszonyatosan hangosan, kérdezi Laci. Egy slágeres fiúcsapat írja, hogy hallgat. Na, még egy. MTZ-80-ból bömböltetem ezt a fajta számot bálahordás közben, és félkézzel még a szólót is lenyomtam, írja Dávid.
Állok a pirosnál, és mindenki autójából üvölt a rock. Én nagyon jó. Igen. Győr, kb. 40-en egy buszon, és Europe szól. Integettek is, kicsit újra emberek lettünk, köszi, klassz érzés, írja egy hallgató. Pesti alsórakpart elején Újpest felől 3 autóból, Iguana üzente nekünk, ugye a kérdés az volt, hogy ki hol hallgat Europe-ot. Szervizbe hoztam a kocsit, itt is üvölt a Final Countdown. Sokadék alkalom, úgyhogy tényleg Final Countdown, vagy végre, hogy végre megszereljék, írja Gergő. Kamionnal tépek, az M0-áson csápolok a zenére, mellettem kis autó szintén. Ugyanez. Köszi, srácok, írja egy hallgató. Hát igen, sokan hallgatták, de jogos a kérdés, hogy Bali, hogyha hangos hallgatjuk, hogy hallgassuk meg, hogy más hallgatja-e? Igen, végig tényleg nehéz, de... A kocsi kísérőm kiesett a kocsi ablakon. Írja nekünk egy hallgató. Jó, és egy-két trafipax, azt mondja, M1-es autópálya, ja nem, ez nem, M1-es autópályán Kispolszkiból üvölt. Jó, de drága, Imcsi. M3-oson az Igrici pihenőnél Nyíregyháza felé trafi, ezt Zsóka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán a konyhában főzök, és a fiaim beszaladtak, hogy mit csinálok ki hangosan. Gyerekek, mindenki Európot hallgatott. Az egész országnak egy ilyen kollektív érzése volt, hogy egy dal erejéig mindenkivel így összekötetésbe került. Ez milyen jó? Erre van igény. Európra és MMR-ra most már. Ez a kettő. Székesfehérváron állítok, lesz Európ koncert a nyáron. Igen. Augusztusban. Augusztusban? Az komoly. Oda menjünk. Na, elviszlek egy jó Európra. Egy jó Európ koncertre. Beülsz egy jó kocsiba. Jó, de mit csinálok, miután lenyomták ezt a dalt? Ha végén nyomják, még unom az egészet. Ha az elején nyomnák, unni fogom a többit. Tehát, hol játszanád le a Európot a Tehetsláger zenekar a Final? A végén? Az elején és a végén. Nem, az elején. Hát akkor mindenki ott áll 90 percig. Ott. Igen, ha meg az elején lenyomod, mindenki hazamegy. Igen. Na, beülsz egy jó kocsiba, mi nem áll szervízbe, leengedjük a tetőt. Én lenyomnám az elején, lenyomnám a közepén, lenyomnám a végén. Már annyi tervünk van így is, hogy focizni megyünk ide, mert ne fogadjunk meg többet, amíg be nem hozzuk azokat, amiket még megígértünk. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikumban szennyez, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Itt vagyok, gyerekek, nyugalom. Hála a jó Isten! Én ideig izzadtam, most kiszáradt. Itt vagyok, hozzuk a témát, gyártjuk a híreket. Gábor, hello, jó reggel! Szerbusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello! Régen találkoztunk. Nem voltál a múlt héten, ugye? Mi hol voltunk? Sárváron. Sárváron. Igen, oda Sárváron. Nem tudtam elutazni, meg úgy éreztem, hogy nem is hívtatok. Tehát, ugye... Nagy miből érezted? Igen. És vártad, hogy szerte este megszólalt a telefonot, hogy Gábor, gyere, de nem szólalt meg. Az igazsághoz hozzá tartozik azért, hogy mi a múlt héten előtt csütörtökön már ott a Vörösmarty téren mondtam, amikor ugye a kék zónákról meséltél, az nagyon érdekes dolog volt, hogy jövő héten ne gyere. Igen, igen, meg gondoltam, hogy Sárváron esetleg belátogattok oda a strandfürdőbe, és elfagyizgattok, eleszegettek egy-két dolgot, és jó, hogyha nem vagyok ott. És így is volt, egy ilyen fagyievő versenyünk volt, Balázs két kézzel tömte magába a libamájat, amit kaptunk. A fagyievő versenyen? Akkor nekem nagyon átvágtatott. Tömtem a libamájat a fagyievő versenyen, tényleg? Nem, azt a gyerekek csinálták, a játékosai. Igen. Egyébként egy táborból érkeztem, néhány napos kis értekezletről, úgyhogy én nem a szalonna és kolbász mellől jöttem, hanem a tofu körözött és a fokhagymás tökmakrém mellől. Reform tábor volt. Aha. Ez durvább, mint valami swinger. És akkor éjszakánként ők kilógtak a közeli büfébe enni valamit, vagy... Nem, ez egy olyan csapat volt, akik még mindig élnek, nem azért mondtam, hogy volt, akik reformosan élnek, és ebben örömet is találnak. Egy olyan szerencsés közösségbe járhatok, ahol ez a cél, hogy minél jobbakat. Sőt, időnként úgy tűnik, hogy én nem is vagyok annyira reformos egyesekhez képest. Aha, tehát ott van, vannak hedonista állatok. Tehát van olyan közeg, ahol a te étrended az... Időnként liberálisnak és maradinak számítok. Aha. Csak fiatalok? Vagy most fiatalok voltak? Hát van, aki nyersezik, van, aki lébőjtözik, igen. Tehát a változó. Nyilván nem biztos, hogy ez a minta mindenki számára, de ilyenkor ugye, amikor jön ez a nagy meleg, akkor nem kíván az ember annyira enni. Sokkal jobban esik egy olyan hűtőhatású életvitel, ami ilyen gyümölcs smoothie-kat, ilyen gyümölcs turmixokat
fogyasztanak, tehát nincs annyi kásaféle, tehát nincs annyi mag. Mondjuk ez a tofu körözött, ez kifejezetten egy ilyen vacsora feeling volt, de alapvetően gyümölcsös gabona reggelik voltak, tehát izgalmas, és jól érezzük magunkat. De most ez vágott meg ennyire, mint az ipari áram, a tofu körözött? Tehát hogy ettől vagy ennyire ki? Egy picit megviselt, ugye ezen, mert nagyon jó íze volt, és lehet, hogy egy pár dekagram elég lett volna belőle, és egy picit ugye ezen, hogy túlettem magam. Ja. Itt van olyan, hogy reggel 4-kor kimentek, és akkor a friss harmatot lenyalogatjátok a fűről? Vagy ez mezitlábos futás van a füvön. Komolyan, az jó. Ugye, mert az jó. Harmatos fűben abszolút mezitláb szabad csak, és egyáltalán nem fázunk, mert ugye fölmelegszik a szervezet, és teljesen fölfriss, azért fantasztikus. Pucéren a felkeltében berohantok együtt kézen fogva? Nem, akkor én ott lennék én is. Ja, ilyen van az. Azt nem engedem, az akkor én brendem. Akkor te lettél volna Sárváron. Bárhova belerohanni mesztelenül, az én brendem. Tehát azt senki nem csinálja, csak ott vagyok. Viszont akkor kéz a kézben. Tehát azt nem engedem. Nem engedem. Mikor lesz a legközelebbi tábor? A tofu krémet én is szeretem. Ezek júliusban, augusztusban szállnak Zemplénben, de képzeljétek el, hogy a hegyek között, ahogy a harmad száll föl reggel, ott reggelizünk. Ez egy nyitott reggeliző helyiség, tehát nincsen, hát csak teteje van, de nincsen oldala. Úgyhogy fantasztikus. És aztán ugye először a torna van, aztán logos vízfogyasztás, aztán ugye reggeli és beszélgetés, nagyon, nagyon hangulatos. Milyen torna van? 4 üteműztök? Általában olyan terapeuták oktatják a tornát, akik tudják, hogy ugye idősek is vannak, tehát nagyon változó egy életmódtábornak a 150-200 fős hallgatósága vagy tábora, és ezért figyelni kell arra, hogy tehát nem aerobik edzést tartanak, hanem lassú mozgásokat, inkább ilyen pilates jellegűeket. Mm-hmm. És akkor vannak előadások? Tehát van, aki meghallgat ilyen előadás, olyan előadás, reiki, tai chi, tehát mindenki lejön, és akkor egy órára beülhetsz valahova? Tehát, hogy ez ilyen életmódtábor jellegű? Igen, illetve a mi alapítványunk hanem csak bibliai témákkal foglalkozik, tehát mi keresztény táborokat üzemeltetünk, és ezen belül rengeteg a sport, rengeteg a beszélgetés, rengeteg a tanácsadás, tehát minden jelen van, és az emberek úgy jönnek el, hogy fáradtak, és úgy mennek el egy táborból, hogy nem, jó, ezek az elmozdulások, ez az 5 nap, 7 nap egy ilyen közegben az annyit ad, mint a 3 hetet nyaralnál. Biztos, hogy iszonyú jó lehet. És fakultatív, nincsenek kötelezettségek, szabadság van, nagyon hűs szobák vannak, és hajnali futások vannak közösen, esti séták vannak. De jó. A lelki tanácsadás nagyon-nagyon szép, igényes. Ha már említetted itt a tofu, most kicsit komolyra fordítva a dolgot, hogy a tofu akármicsodát körözött, tehát amit csináltatok, volt most egy nagy tofu botrány a múlt héten, azt nem tudom, hogy meg van-e. Nem majdnem olvastam. Hát gyakorlatilag tonna szám állt a romlott tofu, hogy honnan tudod azt, hogy jót veszel? De most nem csak a tofura vonatkozik, hanem ez csak egy mondatot, hogy mi a jó, hogyha szerzel egy olyan beszállítót magadnak, egy olyan boltot, ahol megbízható embered van? Vagy te mit csinálsz? De mi volt a baj ott a tofuval? Vagy... Hát gyakorlatilag mondom, egy tonnányi állt már ilyen rohadó lébe, meg a minősége rossz volt. Utána fogok ennek nézni, hogy mi is lehetett. Van ez a most majdnem kimondtam, hogy kínai tofu, de most ki is mondtam. Igen. Van az a tofu, ami távolról jön, és akkor látjátok, mit tudom, valamelyik piacon, hogy ott áll ilyen pászlében, és nincs ellenőrizve igazán, helyesebben ellenőrzik, ahogy tudják, de ezek nyitott tofuk, és vannak a pászlében lezárt, vagy vákumcsomagolt tofuk, amik abszolút látszik, hogy jó minőségű termékek. Egyébként a tofu ízén hamar meglátszik, hogyha nem friss, tehát ezzel is vigyázni kell, szó nincs róla, hogy nem. Egyszerűen megsavanyodik. Igen, ezt hűtve kell tárolni, hamar el kell fogyasztani, nem kell megvárni még a szavatosság idő végét sem. Viszont szerintem, aki nem óckodik a szójától, ugye mert ezek a Magyarországon forgalomba kerülő szójatermékek nem gémmódosítottak, ezt tudjuk és látjuk, ugye, hogy általában mondjuk a Párizsibe lehet egy pár 10%-ban gémmódosított szójafehérje, de egy szójagyártó nem csinál ilyen baklövés soha. Aha. Tehát nem kell a szójatermektől félni, csak van, aki óckodik tőle, mert úgy érzi, hogy nem tudom én, fitoösztrogéneket tartalmaz, meg számára rákkeltőnek tartja, mert tele van az internet olyan cikkekkel, amelyek szídják, utána kell ennek is nézni. Na, amivel ma készültünk, az ugye az, hogyha az ember kimegy a strandra, akkor mivel eszik, és annak mi a hatása? Félreértés ne esik, ez nem megint arról szól, hogy nem lehet elfogyasztani jó ízűen egy lángos, dehogy nem. Meg lehet enni egy cukros üdítőt, meg lehet enni egy fagylaltot, csak az emberek ugye ezeknél az ételeknél, ezeknél az italoknál ugye keresnek valamilyen enyhülést a nagy melegben, és nem tudják, és azért beszélünk erről, hogy az elfogyasztott étel és az elfogyasztott ital pont az ellenkező hatását éri el a szervezetben, mint amit ők egyébként a megvásárlásnál szeretnének. Tehát lásd, cukros, jeges, hideg üdítő, azért mész,
eleged van, szeretnél egy kicsit, ugye, hát tulajdonképpen enyhülni szeretnéd, ha nem lenne annyira meleget, pont az ellentétes hatását éred el. Vagy ha lángost eszel, és utána egy fagylaltot, majd lefolytott fél liter jegestával, ami egy teljesen normális menü, és nincs is ezzel semmi baj, a gyerek elmegy balatonozni, egye ezt, nem? De ha minden nap eszed, az nagy baj. Egyszer lángosozol, fagyizol, erről szól a nyár. Tehát szerintem ebben nem hal bele senki. Csak hogy mégis milyen reakciót indít el a szervezetben, illetve mit miután nem jó, és mit tanácsolunk helyette. Ebből készültél, ugye, igen, Gábor? Illetve hoztál egy fagyit majd a szemléltetésképpen, hogy... Ezt köszönjük. De hát megolvad. Igen, de hogy mit adnak el fagyiként? Igen, igen. Tehát a témát két részre bontanám, ha szabad. Az egyik ez a fagylalt jégkrém kérdés, hogy mit is nevezünk fagylaltnak, jégkrémnek, hogyan készülnek, mit tartalmaz, milyen típusai vannak, nyilván nem szárazon, hanem izgalmasan ezt átbeszélve. A másik pedig ezek a talpon állók, ezek a kis gyors büfék, amik a nyár folyamán, mint tudjátok, megnyílnak a strandokon. És mivel ezek a, mondjuk így, ezek a cégek, ezek 2-3 hónap alatt kell, hogy megkeressék azt a pénzt, amiből adott esetben később megélnek, ezért hát olyan technikák vannak, amelyek nem mindig etikusak, ezért nyilván a hatóság, az ellenőrző szervek járják ilyenkor ezeket a helyeket, a strandokat, és mintákat vesznek, mert valljuk meg, hogy frissen készülnek, de tárolják is őket. Jó, nézzük először a fagyikat, szerintem az egyszerűbb, és akkor utána mi történik egy ilyen lángos fagyi jegeste a kombónál az emberi szervezetben, mert az nagyon érdekes. Mi van a fagyika? Az egy egyszerűbb dolog, nem? Vagy fagyipor, vagy főzött fagyi, ugye? Tehát az a nehézség, hogy megjelentek a kész fagylalt porok. Biztos láttatok már esetleg kiállításokon, hogy teljesen elő van készítve, igazából már csak vízzel kell keverni, nem kell szinte semmit sem hozzáadni, és megy bele a bizonyos fagyigépbe. Ezek a gyors fagylaltok, amelyek adalékanyagban gazdagok, amelyek igazából tele vannak emulgátorokkal, tele vannak olyan esetleg módosított keményítőkkel. Színezék, tartósítószer, hasonló. Adott esetben hidrogénezett növényi zsírral, bár már ez csökken, mert kókuszolajjal és pálmazsírral váltják ki már a fagylaltokban is a növényi zsírokat. A lényeg az, hogy ezek a gyors fagylaltok, tehát ha láttok ilyen mobil fagylaltozót, amiről ugye az derül ki, az látszik ugye első látásra, hogy hát itt igazán nagy minőségre nem számíthatunk, attól távol tartjuk magunkat. Majdnem biztos, hogy mesterséges színezékkel dolgoznak, aromákkal dolgoznak, és vannak azok a fagylaltozók, amelyek egyébként működnek adott esetben más évszakban is, vagy cukrázdák, fagylaltozók, ahol főzött fagyik vannak. Vagy ha megkérdezik, megmondják? Nem. Vagy ha én megkérdezem, megmondják? Főzött vagy fagyipor? Ezt így bekérdezed. Rámondja, hát, hogy főzött? Hát ha strandra mész, akkor majdnem biztos, hogy fagyiporból készül. Por. Aha. Uh-huh. De én kívánom, hogy ne így legyen. Tehát én nem... Hát a komolyabb cukrázdák biztos, hogy lehet. Hát rengeteg kézműs fagyizó van, ahol egyáltalán nem dolgoznak, vagy csak minimális mértékben porral. Sőt, lenézik a port, és azt mondják, hogy úristen, ez a szakma elárulása. Mert kérdés csinálnak abból, hogy milyen minőségű fagyiporból. De valljuk meg, hogy egy strandon, amikor sorba áll egyszerre mondjuk 80 ember, és ott főzögetni az újabb fagyikat, meglegyűjteni, egyszerűen olyan munkás, hogy most már szinte mindenki az előkevert, és csak fagyasztani kell ezeket a kész fagylaltokat, tehát csak ezekkel dolgoznak. Figyelni kell egy fagylaltozónál arra is, hogy tudjátok, hogy a pénz ott csörög egy fagylaltozónál, és a pénz ugye az nem tiszta. Tehát, hogy gyakran azzal a kézzel veszik el a pénzt is, ugye, amivel aztán adják a fagylaltot. Tehát nagyon kis dolgokra lehet figyelni, hogy egy fagylaltozó mennyire figyel a minőségre. Ez érdekes, ezt még sose figyeltem meg, de mennyire igaz. Hogy veszi el az aprót és fogja meg a töltsét. Tényleg, a deszolvétát, tehát a minőségi fagylaltozóknál ugye úgy történik, hogy hogy egyik keze az, hogy nevezik ezt, egy nejlonban van, tehát egy nejlon kesztyűt vesz föl, és azzal veszi el a pénzt. De a keze nem érintkezik a pénzzel, és a másik kézzel adja a fagyit, vagy aztán leveszi, vagy nem tudom. Tehát figyelnek erre, akkor ott van a fejkendő, a fejkötő, a védőruha. Ezekre nem mindenhol figyelnek, és ugye a hajszál... Én még sem láttam olyan fagyjárust, ahol ilyen fürdősapka lett volna. Hát a cukrászatokban nézzétek meg, hogy azért az igazi jó minőségű fagylaltozóknál ez egyébként elő is van írva, én úgy tudom, mert ugye hullik be. Hát előre hajol a hölgy, ugye adja a fagyit, és hullik be minden, amit nem látsz, az hullik hát be. Hát igen, a mákosba még csak belefér, nem, de egy eperfagyba azért. És hát nem beszélve a szalmonellózisról. A rizsésben nagyobb darabok is belepontyolnak. Azt elnézem, az nem zavar. Igen. A bőről lehetnek szalmonellák, kóli, sok minden, úgyhogy lehet, hogy éppen az a kedves hölgy vagy úr éppen előtte ment el, nem tudom, ott a kis talpon álló melletti mellékhelyiségbe, aztán jön vissza, gyorsan ad egy fagyit. Én azt mondtam, hát ilyen pici papírban adják, tudod, az alja a papír, és azt fogja meg. Szerencsés, most már erre tértek rá. Jó, hát ezt itt vagy szerencsénk van, vagy nem, vagy megvannak a higiéniai szabályok, vagy nem, ezért ezzel nagyon nem tudom, mit csinálni, mondjuk figyeljük. Azért figyelni jó, igen. Az összetétel szempontjából egy fagylaltnál és egy jégkrémnél, ami nem teljesen ugyanaz a fagyi meg a jégkrém, általában tejkészítményből áll,
ez jelent sovány tejport, tehát szinte nem friss tejből, mindig nem friss tejből, hanem tejporból készül, sovány és zsíros tejporból. A tejzsírt már sajnos sajnálják belőle, és ezért kerül bele az olcsó pálmazsír és a kókusz zsír, aminek ugye esik le az ára. És ha olvastatok ilyet, hogy zsírsavak mono- és diglicerítjein. Ez szinte minden fagyinál, vagy sokszor rajta van a dobozos fagyikon is, igen. Ezek stabilizálják, ezek adják az igazi teltségét a fagylaltnak, majd megy bele a cukorszirup, a glükózfruktózszirup, ami végül is folyékony cukor, mennek bele az adalékok, és néhány százalék gyümölcs is megy. Most például hoztál egy fagyit. 2-3 százalék. Ugye itt az van, mi van ráírva, mi, hogy van ide a tejszínész vélkérem epresszósza. Gyümölcs tartalom 3%. Jó, de a szósz, tehát ő vaníliát ígér, gyümölcs tartalom 3%. Igen, de nézd meg Balázs, hogy mennyi benne a tej. A sovány tej vagy tejpor. 58. Tehát közel 60%-a ennek a jégkrémnek sovány tejpor. Az gyakorlatilag jó, sovány az tejport veszel. Én most nem mondom a nektek, hogy hány forintért kapható a piacon a sovány tejport, de viszonylag olcsón beszerezhető. Jó, viszont itt már azt látom, hogy céklalé van benne, ez egy haladás, hogy nem mesterséges színezik. Tehát cukor, legalább megszínezik az epernek itt valami céklalével, az jó. Sovány tejpor, cukor, kókuszsír, ez van igazából a jégkrémekben, néhány tized vagy néhány százalék virtuális gyümölcskészítmény, ugye az azt jelenti, hogy valószínűleg nem friss, vagy nem csak frissből készült, hanem ugye a préselből, erről korábban beszéltünk, hogy az inkább ezek a pulpok és a velők, és mivel ennek ugye a színe... Maga a tejport, azt például fogyaszthatják tejérzékenyek? Tehát aki tejérzékeny, tejport nem. Semmiképpen sem. Semmiképpen nem jó, ugye? Nem, mert ebbe laktózis lehet, ebbe tejfehérjék is vannak. Most nézzétek, ezek terjedtek el, igazából nagyon minimális gyümölcsöt tartalmaz, pedig ha megnézzük, milyen jó lesne egy jó eperturmix, nem? Ilyenkor egy jó kristályos, hát, tehát fagyasztott kerül, eperből eperturmix. Inkább ilyeneket javasolnánk, almával, banánnal, mert ebben csak néhány százalék van. És amit mondtál Balázs a fölvezetőben, hogy ugye ez a fűtés, hűtés, az ember egy plusz 35 fokba szeretné, hogyha hűs dolgokat fogyasztana. Na most ez csalók a dolog, hogy a fagylalt lehűt, mert nem így van. A gyomor föl fogja melegíteni a fagylaltot a gyomorban nyilván, és a benne lévő cukor, tejpor és a zsír melegíteni fog. Lényegében a fagylaltok hosszú távon kiszárítanak és fűteni fognak, egyáltalán nem hűteni. Tehát te megeszed, hogy hűjél, mert meleged van, és közben a fűteni fog. Jó, de amíg eszed, nagyon jó. Így van, ugye? Persze. Hát az elsődleges szempont azért mégiscsak az élvezeti érték. Hát nyilván, hogy finom, persze. Azért igen, csak el a szervezetet, a víz és a hűvös vagy hideg víz az, ami hűti. Most a fagylaltban ugye nincsen sok víz, megszomjazol a fagyira, meg a jégkrémre, utána ugyanennél a talponnál veszel mondjuk egy szénsavas drinket, és az meg ugye magas cukortartalmánál fogva megint ott tartunk, hogy kiszáradsz. Aztán kifekszel a napra, és fogyaszthatsz te bármilyen szénsavas cukrozott üdítőt, végül ki fog száradni. És a bőrszövet nem jut elég vízhez, és a napfény hatására megég. Tehát lehet, hogy ez is annak a hátterében van, hogy egyre gyakoribbak a bőr problémák, mert ezek a strandon található termékek bizony erősíthetik egy melanomás folyamatnak a rendszerét, és akár bőrbetegséget is okozhatnak, nincs hidratáció a bőrben. De például elég hidratálása, hogy nem másfél liter jegeste, hanem másfél liter mondjuk citromos víz, ami ugyanolyan jó, sőt, így még van. Jobb szomjoltóbb, belenyomod a citromos, strandon hideg, és nem égsz úgy le, vagy mondjuk a szervezetet hidratáltabb, és mondjuk nem leszel bőrkiütéses? Én ezt merem mondani, hogy van összefüggés, nyilván vizsgálni kell még ezt, de egy citromos víz, egy limonádé lúgosít, ugye egy cukros üdítő, egy cukros jégkrém, ugye savakat képez inkább, egészen más lesz a szervezet pH-ja, ugye ott jön a napfény, és a napfénynek az UV-sugárzása létrehozza a gyököket, úgyhogy szükség volna változtatásra. Én gyümölcs turmixokat, ilyen smoothie-kat javasolnék, turmixokat, abszolút, tehát gyümölcs zöldség alapú készítményeket. Hát illetve a minőségi fagyizókat, azt még egyszer hangsúlyozni, hogy rengeteg ilyen van. Persze, és persze. Ezért se felejtsük el, hogy ugye nagyon sokszor mondod az izocukrot, meg a hagyományos cukrot, azért ezekben a fagyizókban a legtöbb esetben már 3-4 féle különböző mondjuk nyírfacukorral, vagy eritritollal, vagy stevia-val készült fajlat hát közül lehet már választani. Látott, de ezek minőségi cukrászák, de meg a strandokról beszélsz, a kettő, igen, az más. Csak, hogy az a fagylaltot ne sakkozzuk így az étrendből, mert hogy azért itt vannak azért minőségi cuccok is bőven. Így van. Hogyne, persze, csak most elsősorban a strandon felelhető gyerek kezében nyomod, hogy hűjön, jegeste a csoki, fagyi jégkrém, aztán csodálkozol, hogy mik mennek végbe a szervezetében, közben nem tudod, és lehet, hogyha le tudod cserélni egy limonádéra, vagy valamire, már egy kicsit jobban tudod a saját gyerekedet védeni. Magikus tanács, otthonra fél liter házi joghurtot veszel, így össz lehet kapni, ilyen kis dobozokban, ízesítettet, én most azt csinálom, és imádják a kölykök, egy decis kis poharakba belerakod, beleraksz egy hurkapálcát, beteszed a mélyhűtőbe. Így van.
megőrül érte a gyerek, és házi joghurtot eszik. De ki tud venni a pohárból? Persze, kicsit belerakod meleg vízbe, kijön, és ő csinálja, mert ő rakja bele a pálcikát, tehát már ő gyártotta a saját jégkrémét, és kész van az összes gyerek tőle. 100 számra kellett gyártani a hétvégén, és mindenki zabálja. De jó. A gyerekek, fagyival itt van egyet. Mit teszel? Joghurtot. Jó, nagyon jó vagy. És ebből megeszik. Ebből megeszik 15 igen. kilót. És ugyanott tartasz, mint hogyha egész nap lángos tehet. Igen. És mindig... az összes egészséges gyerek kigördül a partra. Igen, minden gyereknek 15 kiló ilyet adtam a hétvégén. De low budgetben meg vagy egyébként. Meg egészséges, és igen. Jó, még egy, a lángossal fussuk egy kör csak, hogy... Szóval a nehéz, friss kertésztával készült sültek, tudjátok, hogy mennyire megülik az ember gyomrát. Még egy normál téli időszakban is. És nyáron melegben én egyszerűen nem értem, hogy a kürtős kalács, a lángos, ezek a de ezek finomak, Gábor, hát azért ezek nem ördögtől való dolgok. Tehát az ember kimegy, én például Almádiba vagy Füredre járok strandra, hát az minden reggelünk úgy indul, hogy beverünk egy sajtos tejfölt. Tehát hát maga az életérzés is, hogy ott vagy a Balatonon, és a lángos ott van a kezedben. Tudom, hogy ezek az olajos dolgok aztán a gyomorban nagyjából mit csinálnak, tehát tudom, de hogy azért ez hát hozzátartozik, nem? Tudom, hát szörnyen megviseli a gyomrot, persze. Most figyelem a rock and roll-ról. Most komoly. De értem, beszéljünk erről, mert fontos, hogy tudja a szülő, hogyha már csak leredukálja, hogy nem négyet eszik meg a gyerek, csak egyet, vagy két naponta legalább kap egy darab barackot a gyümölcsöstől, és nem lángot, akkor már nyertügyünk van, tehát erről ezért beszélünk. Igen, csak ezzel saját magunknak viszünk be egy olyan ütést, az a baj, hogy ugye ez 5-6 órát van a gyomorban. Tehát az a feeling, amit te nyelsz egy lángossal, az a kérdés, hogy megéri-e azt, hogy utána 5-6 óráig a gyomor folyamatosan emészt, folyamatosan leterhel, elveszi a vért az agytól, míg hogyha fogyasztanál valami olyat, amit a Feri most javasolt, szerintem ennek is lehet feelingje, akkor az körülbelül 2 órán belül már nincs a gyomorban, sokkal jobban tisztulsz, tehát itt figyelünk arra, hogy a szervezet azért jobban tisztuljon. Ne felejtsétek el, hogy ilyenkor a melegben máshogy működik a szervezet, máshogy emészt a szervezet, a vizet másra használja, nem mindig emésztésre, hanem verejtékezésre is, és minden sokkal nehezebb és hosszabb. Ezért például, ha választani kell a gofri, ha szabad most már két alternatívát mondom, a gofri vagy a palacsinta, és a lángos és a kürtős kalács között, hogy az egyik egy kovásztalan termék, a másik egy kovászos termék, abszolút a palacsintára és a gofrira szavazok. Mert az kovásztalan sokkal, ugye az nem élesztő, és nem kellett erjeszteni, sokkal könnyebben emésztődik. Te jársz strandra egyébként? Inkább uszodába, de nem mondom, hogy járok, mert inkább futni járok. Az a helyzet, hogy a strandon nagyon nehéz publikálni. És ott nekem ez fontos, hogy tudjak időnként írni, összeszedni, értetni. Ja, tudom, grafomán vagy. Futás közben meg tudsz? Vagy? Futás közben hallgatok szakmai előadásokat és különböző dolgokat, viszont ha strandon vagyok, akkor körbe szoktam magam venni egy-két könyvvel, és jegyzetelek. De hogy ki mit eszik? Így a kettő nem. Rohadék, sajtos, nehéz damarika néni megevet. Nem, nyilván csak humorizálok, de jó, hogy erről beszélünk, persze. De szoktam azért időnként járni, nem sűrűn. Na, de ne legyél testirigy. Azt most jelent. Most mi a baj a kigyúrt emberekkel? Érted, most ne vond már meg a látványokat. Soha semmilyen körülmények között nem kívánnál meg egy sajtos tejfölös fokhagymában tocsogó, forró, gőzölgő, a tejföltől lecsöppenő, füstölt sajttal megszórt lángos. Tehát eleve nem. Hát most, hogy felsoroltad, gondolom azt várod, hogy csöpögjön a nyálam, de sajnos nem. Nem, de arra is, hogy kíváncsiak, hogy megkívánod, és aztán elsőketed, mert azt mondod, hogy nem, vagy eleve nem is kívánod. Tehát eleve nem is jön az érzés, hogy ez jó. Nyilván az ember által egy ilyen táplálkozásra már benne csak a nehezet, az ellehezülést, meg a gyomorban megülést látja, de hogy ez így nem is jön, mi? Nem akarok álszent lenni, megkívánom időnként. Na, megkívánom időnként. De akkor megkorbácsolod magad? De akkor 10 miattyánkkal is egy hiszek egyel a helyre. Az a helyzet, hogy elhessegetem. És ez nem túl nehéz, tehát elhessegetem, és elképzelem gondolom ti is esetek voltatok, mert elképzelem az emésztőrendszer munkáját, hogy ez hogy működik a szervezetben, milyen nehéz lesz. Én csak a végső egy 5-6 órás gyomoremésztés, és azonnal elmegy a kedvem. Abban egyébként igaza van a Gábornak, hogy ezek nem a nyári ételek, tehát a sült kolbász, igaz, meg a izé. Hát a szervezet erre reagál. Persze. Nem arról mondjuk, hogy ne együk. Persze, ez a beszélgetés soha nem tényleg arról szól, hogy senki ne egyen, és mindenki, nem tudom, alolverán és búzafűn éljen, hanem arról szól, hogy a gyerekeded egy héten 6-szor etetett, tud, hogy legalább 3-szor vett ki a kezéből. Tehát szerintem ez inkább erről, így van, erről így van, szól. Az állandó fogyasztás. Most tudom, hogy az emberek azt gondolják, hogy most már semmit sem szabad enni, meg most erről is lebeszélnek, hogy a strandon az ember csináljon már azt, amit akar végre, évente nem tudom, megy néhányszor strandra, jó meleg van, oké, ezt megértem. Csak én azt javasolom, hogy ha mégis valaki eszik lángost, akkor iktasson be, tehát akkor nehogy lefeküdjön mondjuk napozni, hanem iktasson be valami olyan mozgást, úszást, hogy ezt ledolgozza. Ez nagyon fontos. Mi az, ami hűt a meleg? Az igaz, hogy az arabok szákom sivatagban a meleg teát. Tehát, hogy megiszom egy meleg teát, ez egy ilyen
legenda, vagy ez... Vagy az hideg tea volt, csak gyorsan felmelegedik, hiszen sivatag. Mert azt mondják, hogyha te elkezded inni a hideget, azt a szervezet ugye föl akarja melegetni, azért ízezd a meleget iszod, akkor a szervezetet hűteni kezd, bármilyen fura, hogy ez igaz, lehet, vagy ebben van valami? Kezdesz, de nagyon sok folyadékot is vesztesz együtt velem. Tehát a meleg, ahogy ezt tudjátok is, a meleg leves fogyasztása után az ember kimelegszik, kiízod és elkezd verejtékezni. Én azért ezt nem biztos, hogy mehetném javasolni. Aha. Azért a túl hidegről korábban beszéltünk, hogy egy hideg sokkot okozhat a gyomorban. Igazából az enyhén hideg dolgok azok szerintem nem rosszak. Továbbra is. Jól van, Gábor. Oké, mit reggeliztél? Hát én ma egy kis lugos vízzel kezdtem, gondolom, hogy ti is szoktatok. Persze, nagyon hátérted. Én abban is fürdök. Te is? Viccelsz? Igen. Király. Áfonyás zapkását fogyasztottam, és cseresznyével, egy pici kesúdióval, most egy kicsit luxus volt megint, és kesúdiót tettem hozzá, úgyhogy így fogyasztottam ezt el. Rátpirítok. De most komolyan mondom, rátpirítok itt a beszélgetésben. Viszont, a kedves hallgatók most rám süthetik tényleg azt, hogy a zab az melegít, ezért egy pici kis árpát pirítottam hozzá, és az árpa az hűt, és azt pirított árpát szórtam a zapkására. Te imádlak, én imádlak. De legendát megpirítás után közvetlenül vagy. Lehet. Lepirítod és hagyod fülni. A zabra rá, és egy hűtőhatást fejt ki, az áfony és a cseresznye pláne. Így igyekeztem most ezzel a hűtéssel élni. Én mindjárt oda bújok hozzá. Úgy szeretem, amikor ezeket mondod. Annyira jó. Komolyan. Jaj, csak jól aztán, van. Ahogy lehet, kapjunk majd a Lehelen, ahol lángos teszel éppen. Csicseri borsó krémmel. Félek tőle, hogy nem. Csülkösnél. Félek tőle, hogy nem a sarki entesnél, igen. Jól van, Gáborom, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, meghívtatok. Jövő héten nem vagyunk, szabadságon vagyunk mindannyian. Egy nagy egyhetes morning show, Szabi. Úgyhogy lángososztok valahol? Lángos palacsinta hegyeket fogunk elpusztítani. Fagyiban fog fürdeni egy hétig. Én egy hetet vagyok a Balatonon, akkor bűnözöm, gyerekek. Figyelj, én kétszer voltam lángosos idén a Balatonon, mind a két alkalommal Szántodon, és gyönyörűen is bevertem egy-egy jó tejfölös sajtos lángost, és egy percig se bántam. Ha jó, persze, hát, nem kell bánni. Kívülről, hogy néztél ki utána. Akartam szólni, hogy Jani. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál, két hét múlva folytatjuk, nem, jó? 3:49 lesz, 7 perc múlva jövünk a hírek után. 3:49 múlt 3 perccel, trafia 44-es főúton, Békés-Szentandráson, a Szarvas felé tartókat mérik, M3-as 154-es kilométer Nyíregyháza felé szintén trafi, üzente Peti, és van egy karambol az M7-esen, az Egér úti leágazásban a kanyarban, kanyarodó sáv, hirtelen lassul, mindenki vigyázzon! 117-es út a Dorogi elkerülő mellett a fák hűs lombjai alatt égetik a száraz gyomot, utána még majd a fákat. Okos, de ezt már tilos is szerintem. Hát azt ilyenkor már erősen tilos. Igen, hát, ezt gimnazista küldte nekünk, köszönjük szépen. Én ezeket tényleg nem értem. Nyilván nagyon sok vízük van nekik is, mint a te kerületednek. Van és bőven. Úgy vannak vele, hogy nem, majd meggyújtjuk, majd, ha már nagyon ég, akkor körbe locsoljuk. Van bőven. Most igen. Már arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jelenek meg benne az első halak. A kis, hogy hívják, a kis itatok utunk körül. De hát korán beszéltünk róla, ha ezt 9 után még egyszer elmondod, akkor szerintem megcsinálják. Uh-huh. Na, játszunk, hármas ugrást, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Itt van velünk Zoli. Hello, Zoli, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Zoli, hol vagy helyileg? Békés Csabán, sziasztok. Békés Csaba? Jól szólunk ott? Nem. Én mindig egyébként a tegnapi adást szoktam visszahallgatni, ezért egy picit furcsa is, hogy most így élőben tudok veletek beszélni, és nagyon izgulok, szólok előre. Igen, mert úgy tudom, hogy ott sajnos még nem vagyunk annyira tisztán. Hát sajnos nem vagytok. Igen, ritkán szoktak Békés Csabáról játékosaink lenni, pont ez tűnt föl. Aha, akkor holnap meghallgatod majd saját magadat ma? Így van. Így van. És most úgy írtál SMS-t, hogy közben nem is hallottál minket, csak írtál egy SMS-t, hogy játszanál? Írtam egy SMS-t, hogy szeretnék játszani, aztán meglepődtem nagyon, amikor az Anna most csörgött, hogy akkor engem választott. Hát ez nem kizárók, hogy valahol nem vagyunk, vagy nem szólunk, persze. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Laborvezetőként dolgozok egy autóipari cégnél, most éppen egyedül ülök itt a számítógép előtt, aztán várom a kérdéseket. Laborvezető? Autóipari cég? Hát autóipari cég, anyagvizsgálatok, keménységvizsgálatok, tisztaságvizsgálatok. Nem olyan úgy, mint ahogy hangzik. Úgy kell elképzelni, mint a helyszínelőket, csak én nem olyan testeket vagy új legyomatokat nézek, hanem különböző
anyagszerkezeteket. Uh-huh. Nem is hangzott izgim egyébként. Igen. Milyenek a kérdések? Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Igen? Vihető. Na, gyakorlatilag egyébként a tegnapi napról maradtak meg. Na. Megnézzük. Jó, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik nap lesz véradás itt a rádióban? Hát az a baj, hogy ugye nem hallgatja az adást. Igen. Hát ezen a héten lesz. Na? Na, akkor holnap. Ha nem hallgattad. Reggel 6 órától 11 óra 30-ig várunk ide mindenkit a Klassz FM-be az ülői 102 alá. Jó? Menjen mindenki, én is rendszeres véradó vagyok. Az összes információt megtaláljátok egyébként a véradással kapcsolatban a Facebook oldalunkon. Így van, meg a Morning Show is ott van minden, gyertek. Mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés, dedikált egéralátétért. Milyen sportágakból áll az akvatlon? A milyen van? Akvatlon. Akvatlon. Milyen sportágakból áll? Akvatlon. Akvatlon. Hát úszás, biztosan. Miből? Úszás, így van. Úszás. Egy megvan. Vízi sportokban gondolkodjak egyébként? Hát együtt már nem tudunk segíteni, mert az elsőt lesugtuk, most megmondjuk a már. Terékpározás, futás. Na most melyik a kettő közül? Eleve nem három, csak kettő, és nem is kerékpározás, hanem a futás. Úszás-futás. Úszás és futás. Futás-úszás. Igen, na hát ezt most így nem tudjuk elfogadni. Azért örülök, hogy játszottam, majd holnap visszahallgatod magam. Hát már ma is megteheted, adás után a Morning Show pontú nyugodtan vissza tudod hallgatni. Jó, rendben. Ha van időd. Rövid játék volt, Zoli, de köszi. Sajnálom is. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Úsznak, futnak. Úsznak, ez az én sportom. Hát ez se az én sportom. De miért? Soha nem is hallottam róla. Tudom, hogy részegészségi bizonyítványom, de... Futni utálok, úszni szeretek, de hogy... Sokat nem. Akvatlon és vízesen kell fussa. Igen, de megszáradsz közben. Aztán visszamész még egy igen. Hát ha gyorsan futsz, izzadsz, akkor soha nem száradsz meg. Igen. Kerepesi út szokásosnál is nagyobb dugó, érdemes kerülni ez ebben a pillanatban. Jött Dorogi elkerülő út mellett égetnek valamit. Mindenki vigyázzon, és van egy trafi. A 44-es főúton Békés-Szentandráson a Szarvas felé tartókat mérik nagy erőkkel. 7 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlva 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggelt. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó, Jami Rockwell gyerekek, hát ez milyen? Milyen jó kizene ez, nem? JK ügyes. Igen. Így is hát, mondtad, ügyes. Ő egyébként, igen. Igen. Jó, igen. Jó is, fial a zeneipar számára. Anglia legnagyobb luxusautó gyűjtője várt belőle. Egyébként meg nem sajnálom tőle, mert tényleg jó a buzsika. Igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy Ausztriában van egy trafi a szőlőben. A főnököm mérő, hogy milyen gyorsan megyek a trakessa. Ő a lassúságért büntet. Ez Leo. Küldte nekünk, Budakeszin akadály nincs, dugómentes, oké. Trafi a Kerepesi úton, Kistarcsa irányába fehér kocsiból, mérnek Csibi küldte nekünk, Lézersó az M5-ös 140-es kilométerénél Budapest felé, Zazi áll a körút a Blaháig egy közterületes viráglocsoló miatt, üzente Szilárd, és Trafi az 52-esen Kecskemét felől érkezőket mérik, méghozzá ezt Balázs küldte nekünk, három lábú áll, valamint Celdömölk belterületén is, üzente Kávés. Holnap véradás, ugye? Így van, nagyon-nagyon fontos információk ezzel kapcsolatban, hogy minden egyes véradónak egészségesnek kell lennie, az 50 kg-os testsúlyt el kell érnie, hoznia kell magával személyigazolványt, vagy jogosítványt, vagy útlevelet, tajkártyát és egy lakcímkártyát. Ez a három dokumentum, ez kötelező. Mindenki nagyon szépen kérünk, hogy jöjjön el, Üllői út 102, 6 órától 11 óra 30-ig lehet vért adni. Ahogy mondani szokták, a betegek nincsenek szabadságon, a nyár pedig közmondásosan vérszegény, idézőjelben időszak, sokkal kevesebb ilyenkor a vér, nagy-nagy szükség van rá. És adunk egy kis ajándékot. Kis ezt, ugye? Tamaszt. Hány szabadták gyerekkorom, hogy nem vérszegény, hülye szegény? Hát ezt... ez egy családon belül... Ha nem hallgatta meg 50 ezer, nem vérszegény, hülye szegény.
Nem, nektek nem mondtak ilyeneket? Nálunk holnap egyébként megint megcsinálhatnánk ezt a témát, mert hogy erről nem lehet eleget beszélni. Ezt a gyerekkoromban hallottam, és annyira tele volt vele a hócipőm. Ezek a nagy-nagy bölcsességek, nagy-nagy igazságok. Nem vérszegény, hülye szegény. Uh-huh. Csodálkoztok, hogy ilyen lettem? Hát. Semmi, már nagyon régóta semmi nem csodálkozott. Nem ismertétek? Nem mondták nektek? Nem. Soha? Nem volt ilyen? Nem vérszegény, hülye szegény. De volt helyette más. Anyád az íróasztal mellé szült. Ez mit jelent? Hát az, hogy nem vagyok alkalmas fizikai munkára, Balázs. Ja, többféleképpen lehet értelmezni. Hogy íróasztal mellett. Így van, hogy hát aztán erre jó rácáfoltál. Hát igen, lehet mondani. Igen. Ha nem? Hát utol. Mondtad, hogy na jó, igen, akkor majd bebizonyítod. Okoskodott a fater, azt nem jött be. Aztán nem jött be. Hát nálam sem, vagy hát legalábbis, de nálam lehet. Ne szálljaj, mert hátra kötöm a sarkad. Igen. Azt nekem nem, azt hátra kötözi soha nem volt. Hallottátok ezt a bankrablós történetet, ami folytatódik, és nálunk is folytatódik? Hogy azért ez milyen szép történet, ugye? Ez hogy egy never ending story. Ez egy soha véget nem érő sztori, igen, hogy ugye elindítottuk mi is a kísérletünket, hogy egy sima, egyszerű, hétköznapi vagyonőr hogy kap majd engedélyt arra, hogy ő fegyvert viselhessen és mehessen például ugye pénzszállító autóra. És állítólagosan az egyik bulvárlap szerint kiderült, hogy ez a fiú, ez autista. Azt a szakpszichológus az elsődleges vizsgálat után még nem tudja megmondani, hogy pontosan az autizmus melyik fajtájában szenved szegény, de az elsődleges vizsgálat után megdöbbentő előzetes megállapításra jutott a bulvárlap állítása szerint, miszerint ugye gyakran elrévelt, fel sem fogja a körülötte zajló eseményeket, viselkedése zavart, ezért félő, hogyha nem kap szakszerű kezelést, állapota súlyosbodhat, gyerekek. De hát már ez is elég, ami... súlyosbodni se kell, ez is elég, hogy fölmerüljön a kérdés, amit te akarsz, már látom föltenni, hogy nagyon. Kapta meg? Hogy ez az ember, gyerekek, hogy kap fegyvert? És most... De az is megdöbbentő számomra, hogyha ez valóban így van, és kimondja a szakértőkkel az első fogú bíróság, hogy elítéli. Tehát hogy ítéli el? Tehát hogyha bizonyítható módon a szakpszichológus, a klinikai szakpszichológus, nem fogom tudni az kimondani. Szakpszichológus. Szakológus. Ezt megállapította. Akkor hát ez az egész több szempontból megdöbbentő. Tehát egyrészt a súlyos hiba az első fokú bíróságtól, szerintem, legalábbis nyilván. Meg hogy a fenébe kap fegyvert? Nem hogy? Lehet, hogy az van most, hogy ez egy jó ügyvédi húzás, tehát elkezdték őt kivizsgálni, megszületett ez a döntés. Őt nem tudják elítélni majd emiatt, hiszen ugye nem tudott a tettéről, hogy mit csinált. Mert igen, az orvos szakértő szerintem nem biztos, hogy a szülők bízzák meg, tehát az független általában. Aha, de hát te kérhetsz egy függetlent vagy orvos szakértő vizsgálat, és akkor ha igazolsz egy bizonyos gyanút, ami mondjuk a szülők részéről felmerül, hogy mondjuk ugye hát a fiú mondjuk autista, aha. És az bizonyítása talál, akkor azért az fontos ér, szerintem. Azt mondom, hogy ez felmentő hatású. Igen. Ugye? És ekkor felmentő hatású lehet. Lehet. Ekkor jön a nagy kérdés, hogy akkor viszont azt az embert előveszik el, aki ezt a fiút ebbe az állásba behelyezte. Hát ez a kérdés. Mert akkor hát ez a kérdés, hogy ez a srác szegény, ugye, hát annak ellenére, hogy a szülei már mondták, hogy megtérítenék a kárt, meg tényleg sajnálják, de hogy... hogy egész egyszerűen ő fegyverre rohangált. Értitek? Uh-huh. Értitek ezt? Hát lehet, hogy a fegyvervizsgán volt egy olyan kérdés, hogy ön autista, és akkor ő beixelt a nemet. Ön autista? Nem. Tudja, mi az autista? Nem. És akkor át is és akkor átmegy. Uh-huh. De azért itt megint előjön egyébként. Hát ennek van enyhébb nyilván. Persze, de akkor is azért, durván. Valljunk be őszintén, itt is előjön egy picit azért a szülőknek a felelőssége. Tehát, hogy te szülőként, ha tudsz erről a problémára, már pedig meglepődnék azon, hogyha a szülők nem tudtak volna, hogy a gyerekkel némi nemű problémák vannak ilyen téren, hogy ők nem mondják azt a kisfiúknak, hogy persze nagyon nehéz manapság munkát találni meg egyáltalán, de hogy azért nem biztos, hogy jó, hogyha te egy fegyveres tevékenységet végzel majd a betegségeddel. Vagy a hajlamoddal. Hát igen, kérdés, hogy ennek tényleg melyik fajtája. Tehát van az enyhébb, amit nem is tudom, hogy minden esetben nyilván, hogy magatartásban azért sokféle viselkedés van, meg zavar, amit esetleg a szülő kiszúr, de hogy hány olyan gyerek él, vagy felnőtt, vagy kamasz, akiről nem is tudják? Csak olyan tudod, egy kicsit más. Kicsit úgy más. Más. Ezt mondja a szülő, és lehet, hogy odáig el se jut. És megint nem a szülő egyébként, meg nem ez a szerencsés. Na de ha a szülő tudja, hogy kap fegyvert? Vagy azok, akik fegyvert adtak, hogyha nem tudják? Na ez az. Ha tudták, akkor miért kapott fegyvert? Ha ez most derül ki, miért ítéli el a bíróság első fokon? Én semmit nem értek. Aha. Semmit nem értek, de most már ezt az ügyet követni fogom komolyan.
Mondjad, mit akartál hát, mondani? Hogy, hogy ugye ne a szülőt hibáztassuk ebben az esetben, nyilván, ha tudta, akkor szegény őket csak sajnálni ne tudom, ezt persze. A szegény fiút, a rendszerrel van baj, nem, pont hát nem a srácsal, dehogy is, hogy ne. Tehát az, hogy ő, igen, maga a rendszer az, ami nagyon fura. Hogy azért itt nem arról volt szó, hogy azt mondta, hogy én szeretnék, nem tudom, őrizni egy magáházat. Jó, üljél be egy kabinba. Dolgozzál napi 8-at, reggel 8-tól, nem tudom, este 8-ig. Figyeld a környéket, valami van itt, egy telefon, hívjál föl, és akkor majd a távfelügyelet jön. Nem? Ő hanem ő egy fegyverrel az oldalán X éven keresztül rohangált a belvárosban. És senkinek ez most? Ez így most? Hát azt gondolnád, hogy azért mire oda valaki eljut, az komolyabb. Na mindegy, ennek fogunk utána járni, ugye elindítottuk mi a kis meglátjuk kísérletünket. Úgyhogy mindenképpen utána járunk, szerintem ez igazából kiderül. Hát és a szülői felelősség ugye azért nincs, mert ha ő már nagykorú, és ő elment, és a szülők azt mondják, hogy jót csinált, hát én mondom, én őket inkább csak sajnálni tudom, tehát felelősségre vonni már ebben az esetben, nem tudom, hogy mennyire lehet. Hiszen 20 akárhány, 30 éves, tehát ott már szó, az leszek, de nem leszek, de az leszek, leteszem a vizsgát, leteszi, és elmegy, tehát most ő elköltözött ott, hogy Robán, nem hiszem egyébként. Meglátom, önálló életet él ott már a szülő, nekem lesz egy 30 éves gyerekem, én ott már nem tartozom felelősséggel. Kiderül, mert lehet, hogy itt megint csak egyfajta tényleg egy ilyen bulváros túlzásról van szó, tehát hogy majd meglátjuk, hogy ez az autizmus, ez most valójában mennyire aha állja meg a helyét. Ilyen rendőrségi vonalon ők jókat szoktak írni, tehát jók az informátoraik. Tehát ha ők általában azt leírják, hogy ezt egy orvosi, ilyen klinikai szakpszichológus ezt megállapította, akkor általában azok beigazolódnak. Tehát, hogy ilyenekben nem fújják túl, vagy nem írnak nagyon mást. Tehát ebben jó vonaluk van. De meglátjuk egyébként, hogy ez egyáltalán kiderülhetette a fegyvervizsgára való felkészülés során. A trójai fedőnövő akciónk elindult. Az emberünk benn van. Krisztián, még... Aki igazi nevén egyébként Krisztián, pont azért, hogy ezzel mindenkit összezavarjuk. Erre ők nem számít. Erre ők pont ez az, amire nem számítanak. Krisztián, és mindenki mást megnéznek majd. De a Krisztiánokhoz nem nyúlnak, hiszen Krisztián az csak fedőnév. Pont ezért a mi emberünket igazából is Krisztiánnak hívják. Krisztián, mi? Krisztián, ki nem hiszi? Na mi az igazi neve? Tényleg Krisztián. Igen, persze. Na mutass egy személyigazolványt. Tessék, itt van benne Krisztián. Hamis papír. Igen. Igen. Nem, akkor te nem lehetsz az, hiszen a Balázséknál az volt, hogy Krisztián csak a fedőnév. Ha te igazából Krisztián vagy, akkor te nem az vagy, úgyhogy te akkor átmehetsz. Ezért Krisztián. Ugye? Aha. Krisztián. Meglátjuk, hogy mi lesz velem. Jaj, gyerekek, tegnap rézlepedőt vásároltam, és komolyan arra, mondom. Tényleg, megvetted végre? Végre megvettem a rézlepedőmet. De mi részszínű, hogy menjen a falhoz? Csak egy mondatot akartam róla beszélni, de hát látom már, hogy nektek megvan. Laikusoknak de végre? Ez... De mennyire, milyen tisztaságú réz? 99,9. De most te vele vagy? Ez mi az Isten ez a rézlepedő? Ne szórakozzatok. A rézlepedő? Meg. Igen. Te hol éltél eddig, Feri? Most őszintén. Most részből nem vesz az ember lepedőt, az pamutból veszi, szaténból, nem tudom miből. De mi részszínű, az egy mennyire? Nem, ennek van résztartalma van. Tehát 30-40 gram per négyzetméter alapú rézlepedőt vásároltam. Mind lepődsz meg, hát már de mi, rézágyúja van. Be tudod vinni a méhbe, drágán, van eladod a rész? Igen, rájöttem, kézzel, hogy van egy ilyen piaci részt találtam, hogy olcsóban tudom megvenni, amit aztán drágában tudok fel. Tök jól mutat a rézágyú és a bagoly pénisz mellett, ami szintén részből. Tehát te úgy vagy a Ferivel, hogy közben játszott, hogy velem vagy. De érzem én, hogy közben te a Ferivel vagy. Szurkolok. De mi az Isten ez a rézlepedő? Tényleg, mire jó? És belemehetnék én itt mindenféle olyan dologba, amivel egy kicsit tágítani tudnám a meglehetősen bekorlátolt... Tudjuk, hogy hülyék vagyunk, azért kérdeztem. De fizikai síkon megragadt, kispolgári, totálisan a materiában mozgó agyatok minimális százalékát kihasználó gondolkodásatokat. Az egészet készpénzbe 7000 forint. Aha, ja, mert kérdezni akartam, hogy mennyi benne az önrézed. De ez nem kellett bankételt fölvenni, 100%-os önréz volt. Ez páros lepedő, ketten is elfértek, vagy ez egy egyes rész? Uh-huh. Ez úgy néz ki, képzétek el, hogy ez egy 180x200-as rézlepedő, de hogy ez egy 180x1 méteres, tehát ebből 2x1-et kellett venni, 2 darabot, és akkor ez be tudod tenni az ágyad alá. És ez gömbvillám ellenvéd, hogy levezeti a réz az áramot? Istenem, hogy miért kellett nekem ezt felvetnem? Hogy de azért, mert anyám mindig azt mondja, hogy az a hülye, aki nem kérdez. Hát és igaza van, én azért kérdezek, mert még mindig nem tudom, hogy mi az Isten az a rézlepedő. Ez nagyon sok mindenre jó, ugye hát azt tudjuk, hogy a testünk tulajdonképpen az miből áll össze, és ebben
segíthet a réz, ami például mindenféle káros földsugárzást lefedhet. Azt hittem, hogy szétfolysz éjszaka a víz miatt, és ez összetart. Nagyon, nagyon durva. Ér izomgörcsöket oldhat, ellazult alvás, mélyebb alvás, a REM mozgásos alvás szakaszokat megnyújthatja. Nagyon-nagyon brutális. Tehát, hogy, a milyen mozgásos? Hát ez amikor ugye van ez a... REM fázis. Igen, igen, mozgás, a REM fázisos alvásnak a kimenetelét. A REM én mindent olvastam a Réz Andrástól, tehát tőlem olyat nem tudsz kérdezni, amire ne tudnék válaszolni. Egyébként tényleg így van, mert nagyon jótékony hatással van ez a lepedő egyébként az ember test részeire. Igen. Aha. Szóval ez nagyon, nagyon jó dolog. Ne, például van egy vízér az ágyad alatt. Nem mutat, Feri. van egy vízér az ágyad alatt például, de nem úgy, hogy esőben minden embert vízér. Aha. Tehát, hogy ne... Tehát ne erre gondolj, hogy azért vízér, mert esőben minden embert vízér. Nem is úgy, hogy kimész este vízér, mert igen, igen, de nem is az, hogy elindulok, mert elmegyek kenyér. Tehát, hogy nem teljesen erre kell gondolni. Vagy elmegyek gyömbért. Tehát, hogy nem ezen a vonalon kell elindulni. Így van. Hogy minden embert vízér, hanem vannak bizonyos földsugárzások. És ha például neked abban van a kis ágyacskád... Tehát a vízér az földet sugároz. Hagyjál már békén, ne szívassál. Lejvonalak, Hartmann sugárzás, vízér. Ezek különböző. Lejvonal az Románia. Így van, lent Bukarest alatt van kettővel. Istenem, hát komolyan mondom, csak hánykolottok álmatlanul, és nem tudtok rendesen aludni, fáradtak vagytok, nyűgösek vagytok, fáj a nyakatok, és nem tudjátok, hogy miért van, míg Bali bejön kipihenten, mosolyra húzódott arccal, és azért tudja, hogy hova kell feküdni, mert megágyaz az ő kis ágyában. Ez még melyik nap lesz ez a mosolyogban kipihenten? Tehát már használom. Nézd rám, hát látod? Ma fogom kiteríteni. De nem szabad nagyon, mert az elfojtott stresszű emberek, a szívbetegek, tehát hogy nagyon komoly változásokat okoz. És rémálmokat okozhat, tehát nagyon óvatosan kell ezt elkezdeni használni, de ha elkezdett használni, akkor például ki észreveszed, hogy egy hét után, ha fokozatosan nyitott ki, ugye nem szabad egyszerre kinyitni, akkor lazul az alvás, mélyül az alvás, jobban kell stresszmentesen, vagy nagyon kapkodni. Először lábra vagy fejre kell menni vele. Hát először mondjuk a lábadnál lábra kiteríted egy 40 centi, utána 60 centi, és utána kiteríted hozzá teljesen. Hozzá kell szoknod a részhez. Hozzá kell szoktatni a szervezetet, így van. De aztán például minden gyógyít egyébként. Van az a nagyon durva pattantyús betegség, például a tűzér-vízér. Ez egy altesti betegség. Például nagyon durva, ha te nagyon stresszes vagy, és hazaviszed a stresszt, akkor ennek a rézlepedőnek sokan nem tudják, van egy olyan stresszoldó hatása, hogy hihetetlenül ellazít, miközben egyébként alszol. Aha. És sokkal kipihentebben ébredsz. Van, akinél erős szívdobokást okoz, a nagyon stresszes emberek például azért nem nyithatják ki teljesen, mert rémálmokat okoz. Tehát, hogy hatással van a te fizikai tested, ami ugye hát csak fizikai test, de hát nyilván ugyanúgy egy elektromágneses mezőből áll össze, és a részecskék ugyanúgy rezegnek fénysebességgel, mint minden tárgyban, és ez reagál a réz lepedőre, és a réz egy csomó mindent elvesz meg elszív a testből. Aha. Ami nyilván egy baromi nagy humbuknak tűnhet, de ha tudod, igen, hogy miből áll össze a test, és tudod, hogy egyébként ez az egér sem egér, csak fénysebességgel rezgő atomok egyébként, ami egy elektromágneses mezőben összeáll, akkor tudhatod, hogy a tested is reagál bizonyos anyagokra, mint például a rézre. Aha. Te is azzal a szoptatást lehet gyorsítani. Szoptatást ne gyorsítsuk, mert 40 éves korban már olyan kevés örömünk van, mert ha még azt is elkapkodjuk. Nem, hogy a rézhez, a réz ághoz legalább azt nyújtjuk el egy kicsit. Illetve a vége felén azt gondolom, hogy egy tempóváltás jótékony hatással lehet. Tehát lehet szoktatni, hogy részlapokat. Egy mondatot akartam erről beszélni, de hát tágítom, meglehetősen. Csökönyös kispolgári gondolkodásotokat, ahogy látom ebben a témában, úgyhogy van hova tágulnotok. Egyfajta univerzumi tágulást mutathatunk itt, mert nagyon-nagyon szűk mezsén mozog. Észre, hogy neked kell a rézlepedő? Tehát, hogy honnan tudjam én, hogy oldhatatlan vágy van bennem, hogy vegyek rézlepedőt magamnak és kicsin családomnak, illetve már merül is fel a következő kérdés, hogy gyermekeimet 5 és 4 éves korban rászoktathatom-e a rézlepedőre, vagy maradjunk? Itt mondanám el, hogy megnyílt Bali bioboltja, ahol rézlepedőket is forgalmazunk, a Király utca 16-os szám alatt található a mi kis boltocskák. Kényelmes, hogy hányan mennek vele a Király utca 16-ba, mennyien mennének? Sem, nincs bolt. Most valakinek nagyon jó forgalmat csinálsz. Na, ha már itt vagyok, itt vagyok, akkor veszek egy Moldova összest. Ne felejtsétek el, Király utca 16 Bali boltja. Nézzük már, meg mi van. Mi van a Király utca 16-ban? Gyereknél is használtad. Igen, ugye mi történik tulajdonképpen az alvásnál? Azt gondolod, hogy egy teljesen tudattalan dolog zajlik, lefekszel, vagy valami történik, álmodsz, nem álmodsz, felkelsz valahogy, fáj a hátad, álmatlan vagy, nyűgösen ébredsz, kialvatlan vagy, ingerült vagy. Ez mind azért lehet, mert rossz helyen van az ágyad, rosszul alszol. Aha.
és ezeknek a minőségét elkezdesz javítani az életedben, akkor az élet minőséged is megváltozik. Uh-huh. És ezek kicsi apró dolgok, hát nektek nyilván teljesen felesleges. Erről beszélünk, teljesen. Igaz. De hogyha például változtatsz az alvásod minőségén, akkor nem csak az alvásod minőségén változtatsz, hanem az egész életednek a minőségén. Érted? És ezért kell. És ha csak odafigyelsz, a fáj a háta, tessék? Ha egyszerűen arrébb húzom az ágyat a vízér fölül. Hát nem mindenkinek van lehetősége. Ez mondjuk igaz. Aha, nem. És akkor jó. De hogy mit tudom, én azt érdemes beméretni. És te tudsz hartmahálót is leteríteni az ágyad alá? Nem, de szívesen elmegyek neked vízért. Megnézem. Miért az nincs? Van ilyen, hogy hartmahálót, persze, az például eléggé káros. Ja, akkor ne terítsél. Az nem jó. De ha ráteríted a vizes lepedőt, vagy rezes lepedőt, akkor az a hartmasugárzást is csökkenti. Ha. Figyeljetek, ez csak mostanában tűnik úgy, és nagyon tényleg olyan fura itt a 21. században, hogy az emberek elkezdenek olyan dolgokról beszélni, mert régen az őseink ezt tökéletesen tudták, kimérték, megmérték. Vizet találtak, kutat fúrtak, radiesztéziás eszközzel, mondták, hogy itt kell fúrni, bemérte, megtalálta. Csak ma már az ember annyira eltávolodik ettől, hogy azt mondják neki, hogy vízér vagy hartnom, vagy le, és azt mondja, hogy hülye vagy, hagyjál már, inkább benyom a tévét, azt majd elalszom arra, hogy megy a DVD. De hogy közben ezzel nagyon sokan régebben, a régi világban ezzel tisztában voltak, hogy nem fekszünk bele, meg az mit okoz, meg figyeld az állatot, hogy hova fekszik, mert az jó helyre. Bele soha. Tessék? Hát igen, vagy te már nem érzed, mivel az... ha én abból indulnék ki, hogy a kutyám mibe fekszik bele, akkor minden nap büdös lennék. Bari, a múltkor beszéltetek a sok hülyeség megvásárlásáról, ez nem az? Higgyétek el, ez nem. Aha. Ez nem. Például valakinek rossz az immunrendszere. Vagy ha influenzás vagy, feküdj bele egy erészlepedőbe, és nézd meg, hogy mi lesz. És jó hemperegjél bele felé. Lehet, de ez most hülyén hangzik, de tényleg. Ha picit bezöldülsz, de ne csodálkozz rajta, ez a résznek egy sajátossága. De például van egy becsípődött ideg a derékban, vagy bármi uh-huh. fájdalom, feküdj rá, és meglátod, hogy működik. Aha. Szívesen beszélek erről, tudom, hogy teljesen hülyének uh-huh. tűnök, de ez nem zavar, mert tudom, és hogy tágítalak benneteket. És a leégetett szigetelésű... Akár te is jó vezető igen, vagy. Igen, hát a leégetett szigetelésű részkábelt tekerek igen. a derekam köré. Hát mondjuk nekem sok kell, de van mondjuk otthon annyi, akkor az jó? Tehát az ugyanaz, mint egy részlepedő? Hát egyébként nagyon jó a kérdés, Feri, hülyén fogsz kinézni, de szerintem hasznos lehet. Tehát, én azt tanácsolom viszont neked, hogyha mész haza majd Velencére bringával, és a hónad alatt megállsz ott valamelyik ilyen kis, hogy hívják, 3824-es számú italbolt előtt, hogy magadhoz vegyél némi kis meleg fröccsöt, akkor ne támaszd le a rézlepedőt a bicikli mellé, mert akkor tudják is, hogy mivel vigyék el. Jó, tehát akkor ezt arra vigyázunk. Igen. Aha. Most azt mondja, kicsit félek, hogy nem hiszem, betörjenek hozzám, és mondják, hogy Balinál van nehéz fél. Ah, igen. Elviszik. Mire bemegyek, betörtek. Hát fél jó ára van egyébként. Menj most a tört rész kilója. De ez nem olyan, ezért nem kaptok semmit, ezért ne törjetek be. Nincsen semmi. Uh-huh. Tehát ezért nem kaptok túl jót. És a kölcsön kérem a Jani macskáját. Igen. Vagy a kutyáját. Igen. Akkor azzal meg tudom állapítani? Meg. De mi lerakom a macskát, ha arrébb megy, akkor vízér. Nem, hát arrébb ment, akkor vízér ment. Igen. Hát vagy gyömbér, vagy kenyér. Aha, így van, értem. És hogy a kemencére fekszik, akkor nyelment tűzér. Igen, és ki jelzi jobban, a kutya vagy a macska? Azt hiszem, hogy... A macska ott fekszik, mert... A macska belefekszik, a kutya nem fekszik. A kutya, hát, ahol igen. A kutya fekszik, ott kell aludni. Na, a macska igen. Mindig a jóba fekszik. Tehát, hogyha hozzánk átjönél fel, akkor a legjobb, hogyha lekuporodsz a lábamhoz. Mert a Miki mindig oda fekszik. De ott, nem, akkor ott van egy vízér, mert a macska ráfekszik igen. a vízérre. De tök fura egyébként, mert akárhogy forgok, ő mindig egyébként a lábamhoz fekszik. Tehát, hogyha a fejem pont az ellenkező irányba néz, mint egy aha. nappal korábban, akkor is a lábamhoz fekszik. Lehet, hogy aztán kamu, nem tudom, nem, hogy ez így van. Neked a lábad hát, vagy maga egy igen. Van egy bizonyos tulajdonképpen egy elektromos mező. Amit ugye már bemérthető, és ez ugye hatással van az emberi szervezetre, és ez a szervezet hangolja azokat a biokémiai folyamatokat, amik benned lejátszódnak. Na most, ha te egy ilyenbe belefekszel, akkor ez megzavarja a testben lejátszódó, egyébként erre meglehetősen érzékeny reagáló biokémiai folyamatokat. Mi történik? Elindul egy kóros elváltozás. Érted? Tehát, hogy tehát nem csupán tehát fizikailag itt megfogod a testedet, persze, hát az lehet, hogy ezt úgy érzékeled, de hát egy elektromágnes és egy elektromos mező az, ami téged körbevesz, amire te reagálsz, amire a tested reagál. Kapcsolod ki a tévét. Elektroszmog az is van, vannak olyan készülékek, amik ezt például kiszúrják. Aha. Igen. És a réz erre jó? Hát... És részpárnahúzatot is kell vegyek? Vagy... Részpárna húzatot? Ne vegye. És mivel mosod, szidolozod?
Nem. Le kell mosni, mert hogy szennyeződhet, de hát ugye nem fizikai szennyeződésről van, hogy hideg víz alá rakod és lemosod. Az lemos az elektroszmogot, meg a vízeret, a hideg víz. Igen. Aha. De neked hozok szívesen rézzoknit, mert van ilyen, hogy rézzok. De azt nem vettem, nyugi! Nyugi, nem vettem! Nem fogjátok elhinni, én viszont kaptam ajándékba. De nem rézszálast, hanem ezüstszálast. Ezüstszálas zoknit. Ez nagyon komolyan mondom. Azért csak az a baj, hogy ezt hogy fogod megstoppolni? Hát de ugye, az ezüstétkészletet. Ugye az ezüstétkészletet belestoppolod. Tehát az a nagy baj. Mert hogy állítólag nagyon jó. Na igen. De próbáltad? Próbáltam. Gyorsabban futsz? Nem, ez nem sportzokni, hanem ilyen mindennapi hordásra használják. Állítólag jótékony hatással van például a, mit tudom én, viszerekre. Aha. És? Hát és nagyon büszke vagyok rá, hogy van egy ilyen, picit még zavarodottan forgatgattam, egyszer felpróbáltam, nem mertem hordani, picit félek tőle, hogy jobban fog tőle majd izzadni a lábam, vagy ilyesmi, hogy mégiscsak ezüst. Ezüst van benne. Mit? Napfényben csillog? Igen, hál' Istennek szandállal hordom, és hogy hívják a pantallóba. Jó van, az a jó, hogy én bejöttem ezzel a rézlepedővel, de jó, belekeverted magad te is. Úgyhogy nincs ebben semmi gond egyébként. Szépen jöttél velem a szakadékba, mert én egy mondatot megyek akartam csak erről a rézlepedőről, mert én ilyen dolgokról nem nagyon beszélek, mert nem akarok a pataki sorsára jutni, hogy mindenki úgy néz rám. Megyek veled együtt. Igen, a gabona kör közepén álltam, már, ő már ezt énekli tényleg, tehát én nem akarok az ő sorsára jutni. De hát mindegy, mit tudtok ti erről? Automata mosógépben lehet mosni a rézlepedőt? Nem kell, nem mossa, csak hideg víz. Csak hideg víz, ilyen tájékozatlan. Most mondtál, hogy csak hideg víz. Igen. Jó. De nekem egyébként nagyon szimpatikus ez a dolog. Aha. Hát nekem is. Van még valami? Már csak kicsit flamos lettem, mennék enni. Volt még valami nagyon nagy csoda, amit láttál, de még nem akartad megvenni? Tehát a rézlepedőn kívül? Amit néztem ebben a boltban tegnap? Igen, varjúháj van-e? Istenem, hát majd persze, varjúháj. Na, majd akkor csak szedjétek a sok gyógyszert, meg az antibiotikumot, aha, aztán majd... Nem, én szurkolok meg. Gyerekek, minden ott van a természetben, figyelj, csak egy év múlva térjünk már vissza erre a dologra, még mindig ezen alszatok, akkor én azt mondom, hogy neked volt igazad, de hogyha tényleg csak egy ilyen... Nem kell ráfeküdni, ez berakod az ágy, nem rajta fekszel, kicsit szúr is, és részdarabok állnak ki belőle, és néha a Viki felsikolt, hogy jaj, megszúrt egy részdarab. Ez az ágy alá teszed be. Nem rajta, ezt akkor rajta én mondja, hogy lepedő. Ne, akkor, hogy... Mert lepedő, leteríted. Vegyél részlapot. A lepedőt mi az ágy tetejére tesszük. Ez már is egy hónap múlva lekerül majd a bringák mellé a garázsba. Kicsit félek tőle, hogy ez is egy ilyen kéréz életű dolog volt csak. Kéréz? Gyerekek, ha van valakinek egy Schumann generátor, adjon már, jó? Schumann generátor? Az mi? Azt keresem. Az micsoda? Ha vagy kapok, elmondom, mire jó. Aha. Schumann generátor, az micsoda? Nem akarok ebben belemenni, én csak Schumannnak mondom. Schumann generátor. Az dallamokat játszik. Tessék? Dallamokat játszik. Nyugtató dallam. Schumann, egy pasi, aki a seggével hárfázik. Na, az már menő. Megveszed magad, az engem is érdekel. Az engem is érdekel egyébként. Igen. Jó egyébként. Majd ha egyszer megveszem, akkor elmondom, hogy az mire jó. Na, ott fogtok teljesen hülyének nézni. Uh-huh. Jó, ha valaki esetleg tud használt ánuszgorombot, az meg engem érdekel. Gyerekek, hát miért nem hiszitek el, hogy tényleg minden ott van a természetben? Aha. Nem kell bedölni ennek. Igen, ez igazad van. Társadalmak, hogy tudjuk, hogy miből állunk össze, tudjuk, hogy milyen anyagokra reagálunk, és nem a gyógyszer kell, meg az antibiotikum, hanem okosan egyébként mindent össze lehet szedni a természetben. Tehát minden ott én van. Én sűrű nem véletlenül... a természetet, egy rohadt rézlepedővel még nem találkoztam. Nem véletlenül mész el én indiai asramagú, meg nem tudom, nem használják a nyugati dolgok. Feri véletlenül. Az asramagú. Hát Nem véletlenül nem használják, és kicsit lenézően néznek a nyugat által előállított gyógyszeripari készítményekre, hanem mindenféle porokkal, sűrítményekkel, készítményekkel, gerincsérveseket és mindenkiket úgy gyógyítanak meg egy 3 kezeléses kúra, vagy 3 hetes kúra után, hogy olyan gerincsérvesek állnak föl egyébként, amit telenyomtak mindenféle gyógyszerrel, meg szteroiddal, meg ezzel azzal, meg műteni kell, bemész egy ilyen kis indiai pacákhoz, és 3 hét alatt egyébként rendbe tesz. Hozza a kis porait, hozza a kis krémeit, de semmiféle kemikáliát.
Nem, de ők is használnak ilyen anyagokat például, igen, mert tudják, hogy a szervezet mi hogy reagál, de nem használnak például klasszikus értelemben vagy gyógyszereket. Az a baj, nem mondasz újat, mert a magyar paraszti kultúra a rezet már nagyon régóta és nagyon jó célra használja. Gyümölcs kell hozzá, meg rész, pálinka főzői, az abból van, és ebből lesz gyógyital, érted? Tehát nekem nem új a dolog, jó, majd, amikor csak mi megisszuk. Ja, tudod, tehát ott állok a sírotok mellettek, és mellett is vizelek, és a prostata még olyan, hogy átlövök a másik helyre, ha egymás szom parcella szomszédok leszek, és megmondtam, hogy részlepedő. Akkor majd. Jó, ott találkozunk. ott leszek mind a kettőtök temetésén. Na mindegy, jó van, nem is ez az érdekes, nem erről akartam beszélni, de mindegy. Jó, néha beszéltünk azért ilyenekről is egy kicsit. Persze, hát minket érdekel. Egy fél mondat bármikor be. Ez is egy kicsit több volt. Jó, hát de sok érdekes dolgokkal foglalkoztunk, néha beszéltünk egy kicsit magunkról is. Nem? Jövő egy csüt, ja, akkor nem vagyunk. Két hét múlva Schumann generátor. Be tudnánk írni az adásmenetbe. Olvas utána. Margit körút katasztrófa küldte nekünk Sanyi ebben a pillanatban, ha valaki látja az okát, küldje el nekünk, hogy ott mi történt. 13. kerület Tatai utca nagyjából az utca közepén trafiznak. Ezt Niki küldte nekünk, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Budai alsó rakpart, csak a szokásos, lassan megyek, de legalább hallgatlak benneteket. Gabi küldte nekünk, ez mindenféleképpen jó hír. És M6-os 41-es kilométerénél szintén most készülnek fotózni. A Király utcai órásnak pedig azt tanácsoljuk, hogy egy jó hosszú ebédszünetet vegyen ki, mert meg fog őszülni. Hát, hogy vegyen most részlepedőt, olcsón és adja el. Részlepedőt szeretnék venni, ha elmentek. Honvédségi vasárgy is hatásos. Szerintem jó. Az is jó egyébként. Istenem. Hát. Jó vastag matraccal, ne ráfeküdjetek, mert mintát hagyj. Kidobott percek ezek. Két ilyen gondolkodás. De hogy érdeklődtünk? Az biztos. 3-4-10 lesz, 7 perc, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Balázs, én veled vagyok, de ne, mert remélem csak hűlsz. Most egyébként nem lehet okotok panaszra, szerintem egészen részletgazdag volt ez. Tökéletesen. Ez szerintem egy egészen részletgazdag beszélgetés volt. És egyébként utána olvastam ennek a dolognak, és ez nem egy új keletű dolog. Már, ahogy olvasom, Merész Károly burgundi herceg idejében is már ez egy bevett dolog volt, de főleg az uralkodó családoknál. Tényleg. Hogy? Hát a részlepedő. Igen, Merész Károly is. Már előszeretettel fetrenget ezen. Kérdezi valaki, vannak már részeredmények? Hát... Én nem mondom, hogy minden kamu volt abban, amit mondta, biztos, hogy vannak benne részigazságok. Igen. Lép fel a patakival, Balázs, menni fog a bolti. Biztos is. Jaj, gyerekek, jól van. De jól van? Jól van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye tegnap nagy vihart kavart ez az MMA-s történet, Növényi Norbi betelefonált ennek a gálának a szervezője is, hogy szeretne adásba kerülni. Tegnap már nem tudtuk adásba tenni, ma adásba tettük és meghallgattuk Szabolcsot arról, hogy van az, ha szülőként, laikusként, egész egyszerűen számukra teljesen érthetetlen módon, hogy 10-12 éves gyerekek ütik-verik egymás védőfelszerelés nélkül. Szabolcs jelezte, hogy szeretne megszólalni és elmondani az igazat, lehetőséget adtunk neki. Ő az MMA Országos Szövetség elnöke. Meghallgattuk, valamint vendégünk volt Tóth Gábor, és kicsit beszélgettünk a fagyiról, a lángosról, a melegről, és hogy az emberi akkor mit igyon, mit egyen, ha egy kicsit könnyíteni akar, segíteni akar magának. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 60 pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Te Gábor Áron, te réz ágyú! Hallgattad? Szerinted? Ülve a dugóban mit tudok más tenni? De amúgy is szoktam hallgatni. Ha érdekel, ahol ott van a Teréz körúton. Nem a Király utcában? Nem. És az is használ például, hogyha egy kicsit este bepálinkázik például Csapi és rézeg lesz, akkor is. Az is jó? Az is abszolút, persze. Csak rézeg, jó. Mindenféleképpen. Nyűság, Csabi, ezen kívül. Hát előbb-utóbb csak megfejtjük a titkodat, hogy hogyan lehetünk ennyire szépek és sikeresek, mint hát te. Most behívjuk a hülye, hogy beszéltem. Egy mondatot akartam csak róla, de láttam itt a letapadt gondolkodás. Láttam az érdeklődést. Jó szó mondat volt, igen. Én azt várom, hogy mikor kezdtek bele abba a témába, amiről valójában beszélni szerettetek volna, hogy még elmehetek esetleg toaletre, érted? Hogy... Hát majd holnap, ja, igazából. Na, de a Summa generátor csak felkeltett az érdeklődéset. Az nagyon. A Summa generátor, a Summa. Summa? Summa. Nem Schumacher? De, nem. Schumann generátor. Na, mi van? Semmi? Volt-e sportolni? Ma nem, ma kihagytam, holnap megyek. Mire második nap? Nem, hát hétfő, szerda, péntek szoktam. Úgyhogy most ma nem voltam, mert csütörtök van, képzeljétek. Jó van. Jó? De jó kedvem van, hogy... Amúgy teljesen jó kedvem van, hát ez a közlekedés, ez ugyanolyan rossz, mint tegnap. Te arra most te elég sokáig szívni fogsz.
De közben megfejtettem, mert ma láttam. Az van, hogy három sávos ugye az ülői út. Ebből lesz kettő. És ez eredményez egy olyan mérhetetlen dugót, hogy én ezt nem értem. Tehát egy sáv szűnik csak meg. Hogy miért? Hát de pont ezért, mert hogy megszűnik egy sáv. Érted? Érted. Tehát, hogy megy az autóforgalom, és a beszűkít, ez olyan, mint amikor ugye, mit tudom, mész egy folyón, és jön a zúgó, és akkor ott besűrűsödik a víz, igen, és ugye emelkedik a vízszint, és gyorsabb lesz a víz. Hiszen ha négyből lenne csak egy, akkor megérteném ezt a mérhetetlen dugót, de az, hogy háromból kettő, én ezt nem érzem. Na jó, nem érzem, be kell sorolni, tudod, a magyar nem engedi a cip zárt, hogy záródjon. Ennyi. Hát nem érted, hát, hogy én ott vagyok, hát én nem. Hát az én ugyan annyit álltam, mint ő, hát ne szól a jegyem. Jó, van, idegesítse meg magad. Csaba, inkább lazítsa, mert két kérés között menj át a szélszre. Zsuzsi, klapfogós szoknyába jött, ha érted, mire célsz. De van-e nála részlepedő? Az van. Holnap beszélünk majd az autósztereotípiákról, hogy melyik autótípusa, milyen sztereotípia igaz. Rombolunk, vagy építünk, de ezt a témát holnap megcsináljuk. Csabi nagyon ügyesen vezet egyébként. Ő vitt le ugye alsó őrse. Igen. Odaértünk időben. Oda. Csabi az a szabályos, lassan jár tovább, érsz normálisan. Nem, nem rohan nagyon. Igen, igen. Pontosan, persze. Pont így volt. Kicsit oda lépős vagy? Aha. Hát éjszaka most. Hát lehet, miért menjek 100-al, ha lehet 130-al is. Persze. Jól van, hívjuk a nap hallgatóját. De csak az autópályán. Szembe a forgalommal. De az összes többi volt, aznak nem mi voltunk. Morning show. Ahogy van! Jó! Hello! Nézem, hogy mit írtál, azt, amire gondolok, ugye? Azt írhattad. Hát, csak egyet írtam ma. Vitatkozni, de részben igazad van. Így van, igen, 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 igen. Ezzel lettél a nap hallgató. Én nem írtad alá, hogy hívnak? La Fontaine. Végre hallhatjuk a hangot. Nagyon szerettem a tanulságos mesét. Nem értettük, hogy hívnak? Bach Antal. Na hát még nem is beszéltem a Bach virágterápiáról, gyerekek. Jó, tehát, az de fincsi lehet. Arról egyébként még én is tudnék, sajnos. Illetve nem sajnos, mert csepegtetünk minden este. Anti, azt írtad ugye SMS-ben, vitatkoznék, de részben igazad van. Balázs, és ezzel teletér a naphallgatója. Köszönöm. Hol hallgatsz minket helyileg, Antal? A 17. kerületben, úton útfélem. Nemrég beszéltünk, kémlik a gázmérős emberke. Hármas ugrottam, csak elbuktam Gerevics Aradánál. Aha, igen, az így már megvan. Így már megvan. Látod? Az élet kárpótol, hogy közben meg naphallgató jöttél, vagy utána, és így viszont van egy ajándékcsomagod. Hát, ez ugyanis holnapi névnap. Dedikálva holnapi névnap. Na, akkor küldjük neked. Jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szépen. Ciao. Sziasztok, további szép napot. Hello. És nem is üdvözöltük a testvéret, a Sebastiánt. A baknak. Gyerekek, ma nagyon fáradtak vagyunk. El kell menni. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hát képzeljétek el, azt a fiatal embert hozom nektek, akivel rendszeresen fogunk találkozni a Klassz Nyár rendezvény sorozaton, mert nem tudom, ti beszéltetek-e már róla, de két hét múlva pénteken beindulunk, ugye Szeged lesz az első állomás, és hát ott lesz mindig a Morning Show, onnan megy majd a Kívánság műsor, ott lesz majd a Vágó Piros, és lesznek fellépők többek között Kassa Tibi. Aztán és ez már két hét múlva van. Ez 27-én pénteken indul Szegeden. Azt a mindenit. És ezt a Klassz FM Facebook oldalán meg lehet nézni ugye majd a többi állomást, meg a többi fellépőt, de ott lesz a Kassa Tibi. De én meg azt hittem, hogy kijött az első kislemeze Olti Gábornak. Egyébként rajta kívül meg Rúzsa Magdival, a Huligenszel, az Ergóval. De jó, a Csikidám király. Tényleg? Hát így az állomásokon. Szegeden konkrétan Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, Huligenszel. Hát ez jó, látom, Napóleon Bulvár. Az majd Debrecenben lesz. Tele vagyunk, így van. Úgyhogy klassz lesz. És akkor egy Tibi dalt ajánlasz, tényleg? Hát ezt a Hello Idegent szeretném ajánlani nektek. Jó, az jó, mint újdonság, úgyhogy valószínűleg hát élőben is hallhatjuk majd hát, például Szegeden. Igen, június 27, most látom én is az infot, Dugon is tér, Erzsébet Liget, június 27 Szeged, aztán Füred, Lelle és Debrecen. Ezek a klassz nyár helyszínei. Jó. 27-én Szegedre megyünk, gyerekek? Menő. Nagyon régen voltunk ott, úgyhogy ez tök jó lesz. Igen.
Igen. Jó lesz, várjuk. Jó, már. Ami még fontos, hogy holnap véradás, úgyhogy jöjjön mindenki. Jó, egészségesnek kell lenni, személyi okmányok legyenek nálatok, és mindenki hozzon magával sok védőütőt, szalmakalapot, azt nézzük, hogy ahogy van-e védőütő a szalmakalap. Időt kell rászánni, kitölteni és várakozni egy kicsit, egy fél óra, 3-4 óra biztos van. Van egy részletes vizsgálat. Így van, egy részletes vizsgálat van, igen, és van egy nagyon részletes tájékoztató is, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes elolvasni előtte. Gyertek, adjatok vért, jó, itt lesz a Vöröskereszt kamionja, ők szeretnek velünk együtt dolgozni, mert mondják, hogy mindig milyen lelkesek a mi hallgatóink, és jönnek, reméljük, hogy holnap se kell majd 10 órakor tőlünk levenni 6 litert fejenként, mert nem jött senki, úgyhogy itt le Üllői út 102, gyertek vért adni. Gyertek, és találkozzatok velünk is, mert szerintem nem adjatok ki belőle. Jó? Így van. 6-tól 11:30-ig. Gyerekek, menjünk, hagyjuk ezt abba. 10 óra múlt 1 percet Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap. Sziasztok! Sziasztok. Csau, csau.